Podcast. Ezt az adást a Vodafone Podcast Pioneers támogatja, hogy egyre jobb minőségben és még sokáig készíthessük nektek a horgászatról szóló részeket. Ne feledjétek, hogy ez a rész sem jöhetett volna létre, ha nincs a Fisinda, úgyhogy ha szeretnétek támogatni minket, töltsétek le az applikációt, töltsétek fel a fogásaitokat és vásároljatok a Fisinda marketplace-en. Sziasztok! Ez a Parti Arcok Horgász Podcast 79. adása. Én Pásztor Viktor vagyok, ma egyedül képviselem a szerkesztőséget, és hát a mai sztár vendégünk nem más, mint Jéger Szabolcs. Szia, Szabi. Sztár, nagyon, hát, hogyne, nagyon nem messze, messze nagyon vendég. Vendég? vendég. Igen, vendégecske. vendégecske. Rendben, köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Így a mai témánk nem lehet más, mint a horgászfilmezés, tévézés, az IBCC. És hát még nagyon sok minden más, mert azért mi így a háttérben sokat szoktunk beszélgetni, és sok érdekes dolgot meséltél nekünk. De mivel a legaktuálisabb téma most talán az IBCC, hiszen ha minden igaz, akkor a podcast megjelenésétől számított harmadik, negyedik napon indul a verseny. 2024-ben, ami ráadásul a tizedik jubileumi verseny lesz, ezért talán kezdjük is ezzel a hot topikkal. Mi változott az eddigiekhez képest, mit lehet elmondani előre? Nekem, ami változott, az úgy felnőtt a fejemben az a dolog, hogy uh, egy csomóan azzal azonosítanak. Tehát engem az IBCC-vel kapcsolatosan, vagy IBCC-vel azonosítanak, és egyébként ez most már rájött, ami tök jó. Tehát, hogy egy olyan emberek is uh, olyan emberek is, akik egyébként nem horgásznak, uh, mondjuk az IBCC kapcsán ismernek. Mm. Láttak a tévében. Egy csomó ideig azt gondoltam, hogy horgász filmeket csak olyan ember néz, aki horgászik. Ez mekkora hülyeség. Szóval, hogy én nem dárcozok. Sőt, Forma 1-es autót sem vezetek. Úszni nagyon szorul. Jogos, jogos. Úszni nagyon szorul. Úszok. És nyilván ezeket is követtem, ezeket a Igen. dolgokat. És egy csomó csomó ember volt, anyuka, aki, aki mondta, hogy az IBCC. A legutóbb egy, egy bevásárló központban voltunk a feleségemmel és észrevettem, hogy a, a másik sorban, amikor éppen a papírporzsákok környékén nézelődtem, hogy a másik sorból két szempár így rám néz, egy idősebb, szóval egy, egy édesanya, és a lánya. És hát, e nyilván így fiatalabban így mondhattam volna, idézhetem volna az István király, hogy óta itt kit választanál, mind a tényleg nagyon kis... Nagyon és hát nem a porzsákokat nézték, hanem engem szúrtak ki maguknak, és... Hát utána oda jöttek hozzám, hogy egy fényképet csinálhatnánk ott az áruház kellős közepén, wow. mert hogy egyébként az IBCC fanok. És hogy egyébként a leányzó az azért horgászik, mert hogy az IBCC-t látta most már lassan, ugye tíz évvel ezelőtt óta folyamatosan nyomon követi, ebben őt fel. Szóval a döbbenet, hogy mennyi azonosít. Hogy lehet, hogy az IBCC-t többen nézik, mint egy átlag uh, horgászfilmet mondjuk a Fishing and Huntingon. Mert, hogy ezek, mert neked azért folyamatosan sok éve, mm -hmm. több mint tíz éve mennek a műsoraid, és mégis azzal azonosítanak, ami egy évben csak egyszer van. Hát, mert, 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 kuriózum. És egy olyan dolgot csináltunk, én megmondom, erre nagyon-nagyon büszke vagyok, amikor megkérdeznek valamit, hogy, hogy akkor vagy valamire egy büszke, nyilván a család, mit hogy hogyha munka szempontjából, akkor, akkor abszolút erre, mert, mert amikor leges legelőször láttam egy horgász élőben horgász akkor akkor ledöbbentett, hogy két ember ült egymás mellett, és beszéltek arról, hogy mi történt aznap, és semmi, egy halat nem láttunk, és semmit, csak hogy beszélgettek róla, és mégis mennyire izgalmas volt. Mondjuk nekem annyira nem merománul az <laughs> azért, és azt azért annyira nem értem, de hogy nagyon sokan nézték, és hogy ez döbbenet volt, és akkor mondtam, hogy ácsi, hát én... én televíziós műsor vagyok, hát nem, hogy már ebből ne tudjunk egy izgalmas műsor csinálni, amikor, a, amikor az említett dárcot mennyire izgalmasan leközvetítik, és hát most nyilván nem akarok én megsérteni senkit, de hát egy kocsmasportról van szó, de mennyire vérprofi, és mennyire sok munka van nyilván a versenyzők szempontjából is a mögött, az eredmények mögött, meg mennyi munka van, akik ezt az egész brendet építik. A mögött. hát maga a, a hangulatot, ahogy ezt kitalálták a jelmezekkel, a táblákkal, a zenékkel. És, és én, én, én hittem ebben, hogy, hogy ebben ebből lehet valami nagyon jót csinálni, akkor ö, emlékszem, hogy maconkán volt az első ilyen kísérletünk, akkor még csak interneten. Amikor ez, ez már egymást követő években ö, így működött, akkor a, a, az IBCC tulajdonos gyakorlatilag egyből azt mondta, hogy jó Szabi, akkor éb, természetesen ezt is közvetítenünk kell. És ott már léptünk egy nagyotott közvetítő autó jött, ott, ö, ott még nagyobb stáb jött. Ö, és akkor még csak interneten sugároztuk ugyanúgy a műsor? Meg akkor még nem volt körben, ugye? Teljesen hát a akkor Balaton még, körül. Akkor még nem volt. Akkor még De csak a gyakorlatilag a én azt gondolom, hogy nekünk már majdnem, hogy mindegy. Tehát, hogy tőlem akár nem tudom, nyilván nem lenne teljesen jó, hogyha mondjuk a Dunán ülnének végig a csapatok egészen a <laughs> egyik országhatától a másikig, egy ilyen nagy folyami verseny, de, de majdnem mindegy volt már ott szinte az elején is. Egyébként azt is meg tudnátok csinálni. Meg. És az is biztos, hogy a kérdésedre a válasz, hogy, hogy azért ilyen, mert egy horgászverseny nagyon izgalmas. Ha ezt ügyesen prezentáljuk. Tehát most ö, a darts sem izgalmas, hogyha nem ügyesen prezentáljuk, hanem üvöltik, hogy száz, van, vagy egy csomó dolgot, hogyha nem tennének mm -hmm. mellé, akkor nem lenne, akkor inkább úgy fogom, azok annyira izgalmas. És ö, mi azt hiszem, hogy megmutatjuk minden szegmensét a a horgász versenyzésnek, próbálunk egy forma egyet faragni belőle, próbáljuk nyomon követhetővé tenni mindenki számára, és próbálunk odafigyelni arra, hogy ne emeljünk ki senkit ebből a mezőnyből, hanem, hanem, és próbáljunk bemutatni mindenkit. Tehát a legelején, amikor ez az egész elindult, akkor, akkor én nekem mindig az volt a bajom, hogy jó, jó, de gyerekek, amikor ültünk reggelente az értekezleten, jó, jó, de hát arra az öt csapatról beszélünk még mindig, és akkor rajtuk kívül van még ötven, hogy azzal mit csináljunk, hogy őket is be kéne mutatni, már eljöttek Kazaksztánból, hát figyelj, nyereg alatt puhított húst hoztak magukkal, nem tudom, és hogy mutassuk már be őket is, és, és erre nagyon igyekszünk odafigyelni. Pont a Forma egyből merített ötlet, hogy, hogy a minden versenyzőről készítünk egy fényképet, és ez is emögött, vagy ebből van, hogy ha más nem, akkor legalább egy egy fényképereig tudjunk bemutatni egy csapatot, amikor ki van írva, hogy nem tudom én, nem tudom, team tímmel, mindig valami tímmel végződik, ugye minden, minden csapat valamilyen kártya. Kárt igen. igen. Hozzáteszem, hogy nagyon meg voltam lepődve, amikor néztem valamelyiknek, hogy mi az a CT? <sukl> Na mindegy, hogy ebbe belefutottam, hogy mi az a CT, ők legalább kreatívabbak voltak, valószínűleg már nem fért volna ki a nevük egyébként. Szóval, hogy mindenki kárptim, és hogy legalább egy-egy fényképbe őket fel tudjuk mutatni, fel tudjuk tüntetni. Hogy van még maradtam. más ilyen, ami, ami más típusú sport közvetítésekből jött nektek, mint ötlet? Ez ja, hát nyilván, is nyilván persze, hát az a, az, a, rengeteg statisztika, tehát hogy számunkra is nagyon meglepő, hogy ettől mennyire izgalmas tudott lenni a verseny. A horgászversenyek nyilván ott dőlnek el a, azon nem tudom én 200 vagy 300 méteres távolságba a parttól, azon a kis szakaszon, de, 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 rengeteg mindent ki lehet olvasni abból, hogy mondjuk 4 kilométerrel odébb mi történik, milyen eredményeket ö, érnek ott el a versenyzők általában az, hogy hol fognak nagyobb testű halakat, és visszamenőleg egyébként böngészik is ezeket a statisztikai adatokat a versenyzők, és amikor sorsolás van, akkor a sorsolást követően már úgy építik a taktikáikat. Uh -huh. Hát most aztán építhetik, én azt gondolom, mert az idei év az nem. Mit teljesen vársz? Más igen, 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 mit vársz? Hát ezt én nem fogom tudni megmondani neked. Azt várom, hogy nyilván ez egy nagy halas verseny lesz. 10 kg fölött mér, mérik a halakat. Akkor ez végül eldölt, hogy nem 5 kg, hanem 10 kg. Igen, innentől és, és ez ez lesz egy nagyon nagy változás. Uh -huh. Megkockáztatom, hogy ettől függetlenül nem ez a verseny lesz, ahol a visszamenőleg a legkevesebb uh, súlyt fogják, tehát én biztos vagyok benne, hogy egy nagyon, nagyon sok, tehát nagyon sok 10 kg fölötti pont a Balatonban, és ebből nagyon sokat ki fognak most is majd fogni. De ez látszott a tavalyi versenyen is egyébként, abból csináltunk egy statisztikát ehhez, uh -huh. a, egyébként ilyen döntéstámogató statisztikát, hogy végül hol húzzák meg a határt, mert hogy gyakorlatilag az 5 kilótól, ha, ha továbbra is 5 kilótól számít, akkor, akkor kezelhetetlen mennyiségű hal lesz. És, és látszott az, hogy a 10 és 15 kiló közötti kategóriában voltál a legnagyobb súly egyébként. Egy nagyon érdekes, ugye a, a ami a, a nemzetközi szervezete a, a horgászversenysportnak, ott ugye ez a típusú behúzós horgászat nem létezik, vagy tehát behúzós horgász világbajnokság még nincs. Parti még. Dobós még. <laughs> Szerintem a IBCC egy jó példa lehet arra, hogy szabályokat gondolom. tudjanak alkotni, és hogy mik lehetnek azok. Nagyon érdekes, ott is van talán minimum, ebben most nem vagyok hirtelen biztos, de ugye ott egy kétfős párosok vannak, és amikor... Fog... Hát a pont az előző adásban volt itt Kovács Zoli, hát Zoli hogy igen, ő itt részletesen elmondta ezt, az az igazság, hogy akkor Iván volt itt csak úgy, én pontosan nem emlékszem a visszanézésből, de talán azt hiszem, hogy minden súly számít. De Igen, nem ezt akarom mondani, meg. hogy ott azért teljesen annyiban más, hogy ott ö, az egy igazi, nagyon, tehát nagyon hasonló a, a finomszerelékes úszós ö, versenyhez. Most nyilván a nagyon hasonlót a zárójelbe teszem, mert nem 72 órás, meg meg mit tudom, én, de hogy, hogy ott is minden halat érdemes, vagy minden halat meg kell fogni. Itt viszont ennél a behúzós módszernél, és most már az IBCC-n is tényleg arra megyünk, hogy a legnagyobb halakat fogják meg a csapatok. Hát igen, és ugye ebből is látszik, hogy a mostantól más taktikát kell majd választani valószínűleg, mert eddig azért az öt Kiló alatt itt nagyjából ki tudták szelektálni. Én kiló alatt itt már nehéz. Sok, sokszor uh, megkaptam azt, hogy hasonló beszélgetések alkalmával, hogy úgy, közelítették, úgy közelítette meg a kérdező a dolgokat, mint hogyha mi mekkora profil lennék ebben, és uh, hát nem, nem vagyok, én is lelkes követője vagyok az eseményeknek, hogy mi történik, de az biztos, hogy ledöbbentett már az első vagy a második ibcc n mert hogy az eleje ott, ott vagyok, hogy uh, hogy mekkora bolylikat tettek fel Csalinak, és hogy nem egyet, hanem egymás után hármat. Tehát, hogy mint egy, nem tudom, rózsafüzér úgy nézett ki ilyen gigantikus, hatalmas bojlik a, a mederaján, mert hogy a balatoni pontyok azok simán felszippantogatják ezeket, és nem feltétlenül a 20 kilós halak, vagy 15 kilós halak, hanem a 3-5 kilós hal is most nyilván, de rá tudja rágni magát ezekre a horgokra, erre a csalira, és hogy hogyan lehet a Balatonon szelektálni, hát ez nagy kérdés. Ez, 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 számomra biztos, hogy nyilván egy csomó csapat tudja erre a választ, meg, meg messzebb engedik el a, a csalitahoroktól, meg mit tudom, erre meg vannak a különböző praktikák, de tény, hogy vannak olyan helyek a Balatonon, és a IBCC-n eddig is sok csapat arra ment rá, hogy mondjuk a, a kis halas vagy apróbb halasnak mondott, de nagy halsűrűséggel rendelkező mondjuk nyugati medencében arra mentek rá, hogy tényleg tömeget tudjanak fogni és mindent megfogjanak, és nyilván akik kisorsoltak siófokon az aranypartok egészen, nem tudom, a keleti medence északi részeig, ott pedig azon matekoztak, hogy úristen, majd csak egy nagy halat fogjunk, és lám, onnan fogták, ugye már két 30 kilós is jött arra. Abszolút, a igen, igen. Egyébként egy jó tipp a csapatoknak, hogyha hallgatnak minket, hogy a Fishing and Huntingon volt egy azt hiszem Bait Bait film, ahol ezt a Varga Peték tök jól elmagyarázzák, hogy hogy lehet igazán jól szelektálni, és hát elég extrém előkét használnak. Mármint maga a felszerelés, vagy a, a nem egy bonyolult, viszont nagyon extrém vastag fluorokarbon előkét használnak, ami annyira merev, hogy nem tudja a kisebb ponty könnyedén behajtogatni, hogy még a horog is beférjen a szájába. Na mindegy, szóval vannak ilyen trükkök, Jó, hogy nekem nagyon, meglátjuk. Nagyon tetszenek hogy... ezek, amikor, amikor így beszélgetünk ezekről. Nyilván nagyjából tudom, hogy miről van szó, de én még, hát Isten látja nekem egyetlen egyszer nem kötöttem boldi szereléket, mert még <laughs> bollival sem horgáztam sosem. Hát igen, mert hogy nem, nem ez a te szakágad, amennyire tudjuk, meglátjuk a, a versenyeid, illetve a horgászataid szempontjából, hanem a finom szerelék, uh -huh. és hát ebben a témában most egy elég nagy, vagy új dolog van az életedben, ez pedig a máver, hogy így szépen átkössünk a következő témánkra. Ha jól tudom, akkor úgy hívnak, hogy máver nagykövet, vagy teszthorgász, vagy máver váverszabolcs. A teszthorgászt azt azért nem mondanám. A nagykövet az úgy talán uh -huh. úgy majdnem, hogy stimmelne, az biztos, hogy nagyon sokan tudják, hogy ez az olasz márka, ez nem is tudom, 1910 környékén keletkezett maga a márka név. Uh, ha jól emlékszem, akkor még ilyen bringákat, vagy bringákhoz gyártottak alkatrészeket, és utána valahogy elkeveredtek a horgászat irányába. Akkor őket meg a Shimano. Na, ott is valami. <gül> <gül> na minden, igen, lehetséges. De ebben nem menjünk bele, inkább abba, hogy mennyire tradicionális márkáról van szó, és ez a márka így a, Azért jelen volt Magyarországon, a, a, ha lehet így fogalmazni, hogy a, a Máver csapat arról azért a, a 2000-es évek elején, akik követték a, a finomszerelékes horgászatot, az biztos, hogy tudnának mesélni, hogy micsoda eredményeket értek el Magyarországon, meg hogy mindenki Máverben szeretett volna pecázni. Aztán, na, ilyen mértékben, mint ahogy most az Energofis KFT által, bekerült a magyar piacra újra, azt gondolom, hogy régóta volt, rég volt jelent, meg, meg, meg hát nyilván akkor a 2000-es évek elején még ugye ez az online tér, ez így nem létezett olyan formában, abszolút nem, mint ahogy most beszélünk erről, úgyhogy ez most egy új lehetőség itt a márkának, és nekem meg egy hatalmas megtiszteltetés, hogy, hogy pecázhatok ezekkel a cuccokkal, és elmondhatom a a, a véleményemet esetleg ajánlhatom a, az azt a szortimentet, vagy abból a szortimentből, ami, ami elérhető Magyarországon és azokból ajánlhatom a, a horgászoknak a, a szerintem legjobbat, vagy azt, amivel szerintem a legjobban járnak. Egyébként sok van belőle. Aki esetleg nem ismeri a Mávert, ugye gyakorlatilag finomszerelékes uh -huh. eszközöket és felszereléseket gyártanak. Annyit tudok, a, én, én abszolút vakon vagyok ugye az úszós és finom szerelékes pecában, de annyit tudok, hogy van egy kedves kollégám, aki szintén rakósozik, és ő vett már máver gumikat, és mm -hmm. azt mondta, hogy álom, király cuccok. Te próbálgatod azóta már a, a termékeiket? Van már tapasztalat? Igen. A, elsősorban apró cikkek terén, mm -hmm. tehát nyilván az az, amiben nagyobb a, a, itt a szortiment, de ez is nagyon érdekes, hogy például a, a cikkek ide sorolom most a zsinort, és, és épp tegnap voltunk egy, kint a vízparton, és akkor csináltunk is néhány felvételt ennek kapcsán, hogy van egy, van egy zsinór, amit én is régóta ismerek, meg tudom, hogy létezik, ez a Smart TT zsinór, de nem is, van, hanem az, hogy 1970 óta van jelen a piacon. Tehát a csomagolása is, amikor ránézel, akkor egy kicsit olyan furi, mint egy nem tudom, én itt maradt konzerves doboz, így a régi időből ilyen cirabarás, nem tudom, egy ilyen pipázós halász, vagy nem tudom, szakálos ember van rajta a képen, és így, hogy hogy, meg mint van meg hogy miért, hát 70-es évek óta a piacon van. És az a zsinór, ennek, ennek viszonylag nagyobb a nyúlás. Uh -huh. Ugye tudjuk, a féderezők ezt nem szeretik, de de mondjuk a rakósbot, a szereléken ez nem biztos, hogy hátrány, sőt, hogyha egy zsinór inkább egy picit nyúlik, mint hogy segít akad, végül, hogy, igen. És hogy csak, ez, csak azt akartam mondani, hogy mennyire tradicionális, és hogy mennyire uh, érték őrzők. Ilyen tekintetben ezek a, ezek a márkák, vagy hát a, a, abszolút a Máverről ezt el lehet mondani. Meg hát ugye azt, hogy amikor Angliában is megjelent, és majdnem azt mondom, hogy külön brand van Angliában, de hogy, hogy, hogy azért van két iskola, ha lehet így fogalmazni a szellékes pecsában, az egyik ez az olasz stílus, a másik meg az angol stílus. És hogy, hogy mind a kettőn ugyanúgy jelen van, ugyanolyan értékben ez a márka, szerintem ez egy nagyon nagy szó, és mondom, én annak örülök, hogy ez, ezt a magyar horgászoknak is ö, be tudjuk mutatni, a magyar horgászok is el tudják érni, és az, hogy mondjuk az Energofish-nek nem is tudom, talán 250 vagy még annál is több ilyen partnerboltja van országosan, ez azt jelenti, hogy a legkisebb nem tudom, kis garázsboltba is lehetőség van arra, hogy, hogy ha valami ilyesmit szeretnénk, akkor megrendeljük, akkor oda lehozzák nekik, és nem tudom, most nem akarok hülyeségülni, de lehet, hogy már másnap ott van, de két napom belül szinte biztos, hogy ott Valószínű, van. Valószínű, igen. És igen. akkor ezeket, ezeket ők is tudják használni. Én azt tudom, hogy nagyon nagy a, a szortiment, és ez egyre bővül is, a horgok zseniálisan jók, a úszókból nagyon kecses, igazi olasz úszók, nagyon tetszenek, meg hát igen, a rakósbotban én is kipróbáltam már ezt a, a gumica, jó, 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 termékekről van szó, ezek mellé tényleg öröm oda állni. Nyilván a felelősség is, tehát én nem gondolom, hogy nem tartom magamat azért olyan szintű horgásznak, hogy én pálcát tudjak törni egy-egy termék felett, ne, hogy is tényleg azt tudjam róla mondani, hogy az nem jó. A, nyilván nem fog hazudni, de, de akkor inkább azt a dolgot kihagyjuk. Ugyanakkor, ugyanakkor nem szeretném azt mondani, hogy én egy vagyok, mert nem vagyok, abszolút nem vagyok testhorgász, tényleg csak ajánlani szeretném, ami ajánlani való. Igen, szóval a fejlesztésben nem veszel részt, viszont tudod ajánlani, vagy kipróbálod, és Igen. el tudod mondani a véleményt. Igen. Ez szerintem nagyon fontos. E és egyébként ez a fajta vélemény ugyanakkor fontos a gyártónak is, tehát mm. amikor itt volt a... Seba, a Sebastian Brunelli, ugye a, a, Máver képviseletében Magyarországon, akkor vele pont ezt beszéltük, hogy, hogy nekik fontosak azok a visszajelzések, amiket innen is kap. Egy, most nem azt mondom, hogy letérd el a olasz horgásztársadalom a magyar pecások előtt, de hát nyilván tudják, látják az eredményeinket, és, és pontosan tudják, hogy azért itt ezekben a fejlesztő műhelyekben, a, amik vannak Magyarországon, finomszerelékes vonalon, hogy milyen erőre rejlik, és kíváncsiak az arra, hogy az általuk gyártott Felszerelések tényleg itt mennyire, mennyire válnak be, és hogy esetleg mi az, amit innen ötletként elvihetnek. Egy példa. Vannak különböző horgok, amik, amiket sós vizen, ilyen tengeri pecára használnak például. Arra, fejlesztették, hogy úgy mondjam ki, és került forgalomba az olaszoknál. És akkor, amikor ezeket, ebből a horgokból a kisebb méretek ide kerültek Magyarországra, akkor rájöttek, hogy fú, hát ez itt nekünk nagyon jó, nem tudom én, bodorkázni, vagy nem tudom, uh -huh. pedig teljesen más irányból indult el a, a két dolog. Én, én nagyon bízok benne, hogy egy ilyen hosszú távú uh, együttműködés lesz ez, a, ez, ez, ez így köztem meg a, a, a máver között, így viccelődtem a pont a Sebávali, mondtam, nem nagyon értetted, de aki körülöttünk volt az jót nevetett, lehet, hogy majd te is fogsz, hogy egyszer mondták nekem, hogy hogy a, így a nevemmel kapcsolatosan, ugye nem szeretem, nyilván nem szeretem a nevemmel viccelődnek, de én viccelődhetek. Így van. Én viccelődhetek a sajátommal, de nagyon tetszett, amikor mondta egyszer a, a boltban valaki, hogy hát a Jéger Szabi egy unikum. És akkor most már el lehet mondani ezt is, hogy Máver, Máver Szabolcs, Máver de, Szabolcs de... de, jó az az unikum az <laughs> Én is nevet, nem raktam. De az például azért büszkeséggel töltött el, hogy, hogy, nem, nem, hogy, hogy így gondoltak rám, na? Na, hát figyelj, igen, nyilván. De ha már így kinéznek a boltban, azért már sejtheted, hogy sokan így gondolkodnak rólad. Azt akartam még hozzátenni, hogy nem csak a kis garázsboltokban, hanem akár a Fisino Marketplace-en is meg lehet vásárolni a teljes Maver szortimentet, ugyanis a, az Energofish teljes készlete uh -huh. ugye nálunk is benn van. Úgyhogy ha valaki nem feltétlenül akar elmenni a boltba, akkor nyugodtan rendelje meg, és egy-két napon belül ott van nála bármi. Persze gondolom a rakósbot azért nem olyan könnyű, valószínűleg a géles csomagpontban mondjuk nem teszik be, de mondjuk. Pont egyébként, ha már itt tartunk, mondjuk rakósbot még nincs Magyarországon, uh -huh. illetve van, azt talán más cégtől lehet beszerezni, viszont a minden más akkora szortimentben van jelen, bolonyai bottól kezdve van féder is, zsinórok, andam, ahogy mondtam, apró úszó, úszók, különböző ládakiegészítő adapterek, tök jó megoldások vannak ma már, és, és ezek mind kaphatók már. Mit gondolsz úgy arról, hogy a finom szerelékes módszer az stagnál, mert mint a népszerűsége stagnál, esetleg erősödik, vagy, vagy tovább csökken. Legalábbis én úgy érzékeltem az elmúlt 10-15 évben, hogy azért a, az úszós módszereknek a, a népszerűsége az csökkenőben volt, de most lehet, hogy csak azért, mert egyre több finomszerelékes horgász horgászt, versenyhorgászt ismerek meg. Most valamiért én, én, inkább az ellenkezőjét érzem, te mit látsz? Hajlamos vagyok, amikor a, ugye a versenyzésről beszélünk, akkor nyilván hajlamos vagyok azt mondani, hogy hát, hogy csökken, csökken, csökken. Ha viszont a teljes 800 ezresnek mondott horgász, magyar horgász nézzük, akkor meg azt mondom, hogy nincs is. Annyira? Igen. Tehát azért, ha kimegyünk a vízpartra, szerintem simán azt mondom, hogy mondjuk 10-ből 7 ö, féderbotot látok, vagy, vagy valamilyen bojlisbotot, a, tehát fenekező horgászmódszertűznek tízből heten, mondjuk kettő talán már perget, és mondjuk egy valakinél van úszós. Tehát, hogy maga, be, kell, be kell lássuk, felgyorsult nagyon a világ, nincs idő semmire, horgászni sincs idő, sokkal egyszerűbb megtöltögetni így ilyen pogácsázós, nem tudom mi csodát bedobni, nincs idő elmenni a horgászbotba, élőcsalit venni, ott van a polcba, polcon gyakorlatilag a kamrába be vannak rakva egymás utána, nem tudom, metódos csalik, az bármikor jó, nem tudom, szavatosság ideje van-e, ez egynek egyáltalán nem tudom. Tehát, hogy minden a felé megy, hogy, hogy ez sokkal egyszerűbb és eredményes is. Igen. Tehát, hogy én nem gondoltam, de például a Benzár Zsolti két évvel ezelőtt, vagy hát talán három évvel ezelőtt jött, és mondta, hogy figyelj ide, én most folyóvízi metód kaját, meg folyóvízi metód csalit csinálok, mert hogy ez működik. És akkor gondoltam, hogy jó, Zsolti, ez egy székely gyerek, majd ezért mond valami frankót nekem, és nem, és működik, és működik. És működik. És működik. És, hát efelé megy a világ, az is tuti, hogy azért vannak mindig divatok, uh -huh. azok vissza-vissza térnek. Az úszós horgászatnál, és én ebből csak egy ilyen kis szűk keresztmetszetet látok, amit a, amit a versenyzés jelent, hogy, hogy mi miatt nem lehet népszerű, összehasonlítva mondjuk a fenekező módszerekkel, és akkor most beszéljük, nevesítsük ugye a fédermódszerre, mert hogy, hogy sokkal kevesebb eszköztárt igényel. Amikor mi egy úszós versenyre megyünk, akkor mi bizonyos szituációkat más-más úszós módszere, más-más bottolódunk meg. Uh, amíg egy uh, féderes elmegy egy versenyre, nyilván neki is másabb botja van, amivel 100 méterre pecazik, meg amire 25-re, másabb botja van, amivel keszegre horgászik, meg másabb, amire pontyra, de épp a Szabó Bencét néztem a Klub Óbén Szegeden, hogy volt neki 5 vagy 6 5 botja volt talán kirakva lehet, hogy csak négy. Oké, okay, mi más pontra kell ott horgászni? És abból valamelyikkel csak etetet és akkor lehet, hogy még valamelyik csak uh, Ugyanez nálunk, akkor van nálunk egy sor, akkor az legyen kettő és fél, három méteres, három méteresben legyen kettő, mert tuti összegúban kicsit bejebb, akkor legyen három fél, tehát abból már van kint négy bot. Akkor legyen bot, matchbot, a botból egy bot nem bot, mert tuti, hogy az első dobásnál összegúban akkor legyen belőle kettő, de ott a mélyebb távokra akkor már csúszó kell, akkor már legyen négy, és akkor még ott van a rakósbot, akkor kicsit bejebb, kicsit rövidebb, szóval, hogy sokkal nagyobb eszköz igény van. És a hétköz köznapi horgászatnál, meg abszolút ezt látom. Tehát mát emberek nem állítgatják az úszót be, nem szöszmötölnek vele. Mm, ez az oka ennek az egésznek. De de én hiszem azt egyébként, hogy, hogy kell. Tehát, hogy a ahhoz, hogy, mert mondjuk már megtölt ez a teória is sokszor, de de azért mégis, hogyha a nagy mezőnyt nézzük ma Magyarországon, és akkor most a Szabó bence ki is hagyjuk belőle, <laughs> nem tudom, hogy úszózott-e életében a Bence, szerintem, sem tudom szerintem nem mondani. nagyon, de hogy azért a, a mezőny jelentős része abból a korszakból jön, amikor még úszós versenyek voltak. Csak hát, vagy ugye ifiben még mindig csak úszós OB van, ha jól tudom, vagy legalábbis ez egy... egy ne, most már van federtés. Már van, mm -hmm. de... De nem régóta én nem úgy régóta. tudom. Én. És akkor, aki gyerekkorában kezdte, mint Bakó Peti, ő neki mindenképpen újabb. A verssgél tapasztalta, Szóval, egyébként szerintem ez a legjobb, és ö, a szabályozás is már most úgy alakult, hogy végül is csak befurakodta magát. Most nem vagyok teljesen biztos, de ugye korábban nem lehetett gyermekjegyjel pecázni, csak úszós készséggel. Most már van valami kedvezmény, hogy lehet fenekezni, féderezni is. De mert be kell látni, szóval, hogy a világ változik, a, a, a módszerek jönnek, ö, újabb halfogási technikák, trükkök vannak, és ha most éppen ez a legeredményesebb, akkor akkor hiába ülök ott a, nem tudom, a parton a feltolós úszós készségemmel, a nagy tíze, tízes kampóval, vagy nem tudom, nyolcassal, vagy még nagyobbal, és akkor a két szem fűzött kukoricát várom. Biztos, hogy nagyon szép dolog ez, nem tudom, alsóörsön ülni uh -huh. ott a nádfalba, vagy nem tudom, révfülöpön ott, és várni, hogy hogy majd egyszer elhúzza ott a mellett a ponty, de hát hamarabb fogja, hogyha egy, nem tudom, akár finom, szerelékes, hosszú féderelő van oda bedobva, vagy netán egy ilyen is dolog. Úgyhogy mm, én azt gondolom, hogy nem mondom, hogy teljesen leáldozóba van, de, de de nagyon nehéz lesz megtartani a úszós pecát. Akkor inkább ilyen réteg ö, módszernek mondhatjuk. Egyébként azért is gondoltam, hogy megkérdezem tőled, mert azt is látom a metodozás kapcsán, hogy egy idő után unalmassá válik, mert annyira hatékony és annyira egyszerű, ismerősi körben tapasztalom ez ezt. Nem mertem volna kimondani egyébként ezt az unalmas, de kíváncsi vagyok, igen, szóval. Na, hogy ezt tapasztalom, és egyébként magamon is észrevettem, <laughs> hogy hogy úgy ke tényleg nagyon uh -huh. kevés efforttal tudok hatékonyan horgászni. Ugye? És elkezdi az ember keresni a, a kihívást. Uh -huh. Nálam ez inkább a pergetés irányába ment el, de simán el tudom képzelni azt, hogy valakit emiatt kezd el érdekelni az úszós horgászat. Én, én, is azt gondolom, hogy nem mert, mondom, nem mertem mondani, hogy unalmas, de hogy, hogy egy idő után igenis unalmas. Szerintem Igen. mondjuk ki ülni egy tóparton, amibe egyébként is nem tudom én, 40-szer több pont van telepítve, mint kellene, hogy legyen, és akkor abból egymás után csak azt húzogatod egy idő után szerintem tud unalmassá válni, és de szerintem ez mindenkiben másképp játszódik le. Ez egyfajta ilyen evolúció az ember horgászatában, hogy mikor hova jut el. Persze ettől függetlenül csodálatos eredmény, hogyha valaki nem tudom a Nagy Dunán kint ül és, és metó technikával oh, hát fog egy nem tudom én 4 kilós dévért, vagy egy nem tudom 20 kilós amúrt, vagy ugyanekkor a pontjot. tehát nem akarom én ennek azért a, a értékét csökkenteni, de szerintem is annyira ö, nagyon erős technika, hogy... Ö, hogy, hogy nagyon sok halat lehet vele fogni, nyilván pontcentrikus, és talán inkább, talán inkább ez az unalmas mm. benne. most, De nagyon idézőjelben teszem téve az unalmast, hogy lehet, hogy csak ez a, ez a dolog, ami ami unalmassá teheti. Viszont, hát, ha az embereknek ez a legnépszerűbb halfaj, akkor nincs mese. De vannak azért olyan vizek, ahol, ahol a halfogás, ö, nem tudom, például az ipolyon, a, az ipolyon is biztos, hogy ott, az ott horgászok is nagyon szeretnének pontyokat fogni. De hogyha mondjuk az ipolyban éppen szilvaórók, paducok meg kismárnák élnek, inkább, mert hogy nyilván egy olyan folyóról van szó, akkor, akkor, ott az emberek nem feltétlenül csak metódozni fognak, hogy azt a nem tudom, 25 darab pontyot meg tudják fogni, ami abban a vízben van. Nyilván nem így van, csak arányaiba próbálom, próbál, igen, igen, próbál igen. mondani rengetegen úszóznak, bolonyaíznak, spitzbotoznak, rakóznak. Mert hogy azzal a technikával lehet ott a legeredményesebben halad fogni. És azért ezeken a területeken azért még ez, ez, ez működhet. Egyébként, hogyha már itt tartunk, valamit azért a gyártók is láthatnak a, és nyilván ők az eladásokból indulnak ki, és a felé tendának, hogy, hogy például az Energónál nagyon sok bolonyai bot jött idén piacra. Tehát, hogy nyilván az igény, igény diktálja ezeket a, a, fejlesztéseket, meg ezeket a piacra hozatalokat, de, 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 több is van, idén több új bot család, ami, ami megjelent, és pénztárca barát áron, mert azért valljuk meg őszintén, hogy ezek a felszerelések eléggé húzósárban vannak, de hát egy férfinak legyen hobbia. <laughs> Igen. A, egyébként az Iván pont aki aki nagyon szereti az ilyen extrémebb módszereket, vagy hát jó nem a metodot szereti annyira, hanem inkább az ilyen bonyolultabbakat, és ő most éppen kitalálta magának, hogy Centrepinorsóval, szép, Bolonyaival hanem? fog uh -huh. pontyozni. Uh -huh. És amúgy ez megy is neki, mint kiderült az első próbálkozásnál. Úgyhogy, úgyhogy hát vannak azért még ilyen extrém arcok is. Én szerintem, tehát az, hogy minden, mindenkiben más, hogy a halfogás nem hogy mi a cél. Nyilván, amikor valaki pontyozni megy ki, akkor nincs mese, akkor, akkor a metód lesz végül utána úgyis a nyerő. De amikor más célod van, hogy mondjuk a tiszára kiülsz, és akkor bizonyos időszakokban várhatod te a pontyot, hogy az jöjjön. A, a, az a pontja, ez nem akar jönni, akkor, akkor, neked valami más halat kell fognod, hogy a céljaidat, a vágyaidat kiéld, amikor te, amit a halfogásban fogsz majd örömöt lelni, akkor nyilván mást kell tenni, és mondjuk a Tisza ilyen tekintetben, hogy kicsit hazabeszéljek, de nyilván ez más folyóinkra is igaz, a lehetőségek tárháza. És még egy tavon nagyon szűkek a, a lehetőségek, meg általában az alkalmazott módszerek is, azért folyóvízen ezért ez egy kicsit más. Ott is fédereznek, én például csak ott, szinte csak ott féderezek. Tehát én nagyon, én szerintem állóvízen igazából nem is. De hosszú előkével, vagy metoddal? Metoddal nem. Aha. Ezt az, aki nézi a párbajt, vagy látta a párbajt. Erről a párbajt. is már mindjárt fogunk is erről beszélni, de hogy a, a na és akkor igen, a tisztán, hogy hogy, az, hogy, az, hogy, hogy hogy nyilván ott is vízállás függő, hogy mikor milyen lehetőséged van. Hm. Nekünk van egy kis mólónk ott Tápén, Szeged híres város, a határos, és, és, és ott, ott Szeged mellett Tápén van egy kis mólónk, oda, amikor lejutok horgászni, akkor nyilván abszolút vízállás függő, hogy, hogy mit, mit tudunk csinálni. Ha magas a víz, akkor akkor egy rakós bottal, uh, alig néhány tagba már mély vízen tudok horgászni, ott magunk előtt, megállítom a csalit, vezetem a csalit, és fogom a keszeget. Uh, amikor sekélyebb a víz, akkor, akkor már bejebb kell horgászni, mert ott előttem nincs meg az a mélység, de ott akkor számíthatok, nem tudom én, márnára, stb. Amikor nagyon meleg van, nagyon sekély a víz, már semmi nem akar enni, csak a busa, akkor már nem tudsz mit csinálni, akkor féderbe belegyúrom, a, és akkor busát fogunk. Szóval, hogy ott teljesen más, vagy esetleg zunk, amikor olyan vízállás van, és akkor jó keszegeket lehet vele fogni, meg most már van felénk is domolykó, egyre többet, tavaly is többet sikerült fogni, én nem emlékszem előtte, nem, nem fogtam. Jászkeszeget viszont már nagyon rég nem, az mm. például nincsen. Milyen de hogy, hogy úgy több lehetőség van, de mindig ugye a, a cél az, ami szüli a eszközt. Igen, abszolút. Na és akkor rákanyarodhatunk a párbajra, <laughs> mert hogy a, az FH Play-re is felkerültek már a, a párbaj részét, uh -huh. tehát bármikor bárki visszanézheti, és nem csak a párbaj, hanem a kanapé. De hogy a, a kanapéról már beszéltünk talán az előző, amikor itt jártál nálunk korábban is, az ugye alapvetően inkább a streamingre készült, nem is ment a tévében. Viszont a párbaj ugyan lent a tévében, de azért az egy kuriózum lett, ugye? Meg, meg elég nagy sikeretek igen. lett ezzel. Amikor nincs IBCC, akkor a párbaj a párbaj. meg igen. Honnan jött ez az egész ötlet nektek amúgy? Ez rohadt, egyszerűen ne, nem nincs időnk horgászni közösen, és uh, már ugye a robival, a kisobival, és kitaláltuk, hogy akkor mi lenne, hogyha pecáznánk, és hogy ez egy akkora nagy alkalom, hogy mi ketten közösen pecázunk, hogy ezt meg kellene örökíteni. És, és akkor innen jött ez ötlet. Nem tudtok munkanélkül kikapcsolódni ezek szerint. Nem, nem. Sokszor, sokszor igen a munkáról, hogyha ha így együtt vagyunk, de, de így, így indult, és megbeszéltük, hogy hát próbáljuk valami szabályok köré tenni ezt a játékot, hogy, hogy nyilván én ne verjem meg nagyon a Robit, gondoltam, hogy <sínt> és ez volt az egyik. A, a, a másik meg, hogy nyilván, hogy ez a néző számára is izgalmas legyen valamilyen szempontból, és utána úgy alakultak ezek a párbajok, hogy rohadtul nem a halfogás miatt izgalmas ez, meg tényleg, hogy ki nyer, gyakorlatilag másodlagos, az emberek azt várják, hogy hát, hogy jöjjenek, mert hogy, mert hogy tetszik, nekik. jöjjenek ezek a pecák, mert hogy tetszik neki, és igazából egy kicsit féltünk tőle, hogy mennyire lesz majd mennyire tűnik, nem tudom én, műmájerkedésnek, mm. amikor ott pecázunk a rójóval, de szerencsére nem, mert mondjuk nem is akarunk műmájerkedni, igazából tényleg így horgászunk mi. Hát meg a, én azt gondolom, hogy ez talán az egyik legszórakoztatóbb műsor a, a Fishing and Hunting palettáján, vagy nem tudom, mert hogy az egész arról szól, hogy egy picit szivatjátok egymást, egy picit beszólogattok, de nyilván csak így a viccesség határain belül, és hát ettől nekem közelebb áll a... A, most, és ezt értsd jól, a kereskedelmi televízióknak a szórakoztató műsoraihoz, mint a horgász szakmai, vagy legalábbis az egy dokumentarista filmekhez. Van egy haverom, bocsánat, a legszórakoztatóbbra, itt teszem, de Isten látja, lelkem mondtam az Andrész Kizulinak, hogy van egy haverom, aki azt mondta, hogy szerintem meg a halimádok, hogy a legszórakoztató. Hát, kinek na, mi? Na mindegy. A, az, az, biztos, hogy, hogy egy teljesen ilyen realitikus az egész, tényleg nem akarunk mindent megjátszani, persze nem forog a kamera végig, megállunk, de nincs megrendezve semmi, tényként azt mondjuk, hogy jó, akkor most bevásárolunk, most megérkeztünk, kipakolunk, és akkor most horgászunk. Annyi van, hogy próbáljuk követhetővé tenni a, a napi eseményeket, és akkor ilyenkor, amikor történik velünk valami, akkor ide állunk egy kamera elé, ami ott ki van állítva egész nap, és akkor megnyomja a kollega a gombot, ezt elmondjuk, hogy éppen mi történt, annak érdekében, hogy ez utána követhető legyen, mert hogy Biztos, hogy izgalmas lehet ez, nem tudom én négy órán keresztül is nézni minket, de mégis a műsoridő ugye kétszer 24 perc, és ebbe valahogy bele kell, hogy férjen. Ez mondjuk egy ilyen szerkesztés technikai dolog, de de amúgy meg nagyon könnyű dolgunk van olyan tekintetben, hogy azért a Robi otthonosan mozog a televíziózásban, ő maga is televízi vagy stúdiót vezet, ő maga is világversenyekről tudósít, ő maga is készít szuper felvételeket, és követ horgászokat is. Nyilván tudja ő is, hogy mitől, mitől lehet jó egy horgászfilm. És ez az egy kis dolog, ami úgy bennünk mindig motoszkál, hogy azért mit lehetne tényleg úgy csinálni esetleg, de nagyon meg nem játszunk meg semmit. De szerintem ez abszolút látszik is. Igen. Tehát, hogy én hiába próbálnám elő eladni magamat, hogy mennyire nagy metód vagyok, nem, nem. Nem vagyok egy nagy metód Az meg, hogy a Robi ilyen paros kezi, arra az meg <gaz> <whiskyble> így született. Mik a tervek a műsorra? Lesznek még újabb epizódok? Én azt gondolom, hogy elég szórakoztató látvány lehet, ahogy a sziluettemet egy naplementében mondjuk akalinál egy, egy ilyen búváruhának megfelelő, nem tudom, melles csizmába lehet látni, hogy a egy tízes vízbe próbálok beülni egy gumicsónakba, és, ajaj, és ajaj. bevezni 400 ezt méterre. vehetjük ígéretnek már, vagy? Igen. Oké, okay, rendben. Igen. Igen. Kíváncsian várjuk, azt hiszem mindenki. Mi is. Egyébként abban maradtunk, hogyha balatoni horgászat, hogy akkor lehet, hogy ezt úgy csinálnánk, hogy nem egymás ellen a robi <laughs> hanem mégiscsak egymással, elég lesz a Balatonnal megküzdeni. Egyébként igen. Pergetni szeretnénk még, ez a másik, mm -hmm. ami, amit még érdekes lehet, Robi nagyon jó pergeti, már láttam olyan felvételt, amikor nem is tudom, talán a Mértem Bandinak a baseball sapkáját dobta le egy csónakból. A, 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 a kis túlzás a pillanatokon belül a sebészeten kötött volna ki a horgásztást, tehát én Robival egy csónakba pergetni nem szeretnék, de, 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 de kíváncsi vagyok, hogy mit tudnánk fogni. Szerintem egyébként semmit, az lenne a legkevesebb halas film. De, de vannak új részek, van olyan, ami még nem került fel az FH play sem, televízióban sem ment. Tehát akkor azok kíváncsian várjuk, izgalommal és kíváncsisággal. Eh, annyit akartam még mondani, hogy ha megvagytok, begyakoroltátok a behordós balatoni pecát, akkor legközelebb az IBCC-re kerestek magatok helyett műsorvezetőt, és, és így igen, Aha, igen. Hát, Nem tudom, hogy egy kazak versenytársat keresek magam jönnek, több. Egyébként jönnek a kazakok, tudsz, tudsz valamit a Már kicsit Már a Spaceban vannak, igen. De egyébként igen, tényleg. Elképesztőek. Én, ha jól tudom, hogy tavaly sajnos kizárt őket, igen. mert hogy... Mert azt mondták, hogy nem pirosom. mi rossz a... igen, a, igen. Szegények, de hogy úgy tudom, hogy már ott a helyszínen, amikor a kizárás tényét közölték velük, be akarták fizetni az idei évvel ide. nevezési díjat, szóval egyébként, nem? egyébként az idei évben pont ennek kapcsán egyébként van szabályváltoztatás, tehát hogy vannak olyan dolgok, amiben, hogyha valaki vét, akkor nem kell közvetlenül rögtön összecsomagolnia és hazamennie. Mondjuk hozzáteszem, teszem, hogy az eredményét, az addig fogott halak eredményét törlik majd a rendszerből, és nem is tudom hány órán keresztül nem is pecázhat majd még. Szóval, ha a kazak barátaink esetleg a vihar, tilos viharjelzés ellenére vízre mennek, akkor nem feltétlenül kell rögtön hazamenniük. Hát jó, reméljük, hogy megtanulták, hogy hogyan működik igen. a balatoni viharjelzés. Igen. Lehet, hogy ha már csak szél van, akkor már nem mennek. Be. Igen. Bár hozzáteszem, te mennie, Te láttál már olyat, Nem, hát figyelj, ez, ez olyan hullámok, meg fogba... olyan szél, közelében nem megyek nem. ilyenkor a partnak, nem hogy csónakba hmm. üljek. De hát a verseny, az verseny, tudod, és ilyenkor gondolják, hogy akkor is kell frissíteni, amikor életveszélyes. Nem tudom. Hát, vagy nekik, nekünk biztos, hogy életveszélyesnek. Igen. El sem tudom képzelni. Egyébként a tavaly volt az IVCC hmm. a Tisztatavon, a dömék készítettek filmet erről. Ott is milyen hullámok Ott milyen voltak, vihar volt, és ott igen. be lehetett menni valamiért, vagy nem tudom, de hát az brutális időjárás volt egyébként. Szóval volt hát van ilyen. Apró kulisszatitok. Néhány évvel ezelőtt a lement az élő adása az egyik ibcc és hatalmas nagy szélvihar volt. Egész nap volt a, a másodfok, meg, mm. meg, meg a Balaton, és tihanyban voltunk, és a déli part, ugye fordítva szokott pedig általában lenni, legalábbis ugye a nagyobb hullámok, meg a jellemző Igen, jellemző nagy arokat, És, és a másik oldalról fult, fújt, a szél, és hát már olyan fél tizenkettő magassága lehetett, és én egyszer csak azt látom, hogy levették a viharjelzést. Hm. És első fokban mehetnek a csapatok. És ott láttam, hogy ott a parton készülődik az ember, amikor egy méteres hullámban meg ilyen beton falott, amire löki rá a gumicsónakját, és hogy, hogy mit csinált? Ez, hol akar menni? És akkor vettem a telefont, és felhívtam a nem tudom, katasztrófa védelem adott telefonszámát, ami a viharjelzést üzemelteti, és, és fölvette fél, fél tízkor, vagy nem tudom, fél tizenkettőkor egy, egy hölgy, aki ügyeletben volt Szerint. éppen is ma alukát, hogy, hát, hogy a rendszer egyébként automatikusan működik, és nem azt mutatja, hogy vihar van, hanem, hogy vihar közeledik-e. Tehát igazából ők mehetnek akkor már, amikor nem jön újabb vihar. Nyilván... Uh, ők már látják, hogy lassan abba hagy, a, vagy a A rendszer, a rendszer érzékeli, hmm. mert gyakorlatilag teljesen automata, és uh, hát mi akkor egy gyors közleményt azért ki is tettünk, hogy hát mindenki abszolút egy, egyébként is saját felelősségre vesz részt a versenyen, és hogy a szervezők ugye a különböző balesetekért felelősséget nem vállalnak, de hát azért itt nagyon jó gondolják meg, hogy ére nekik, nem tudom, még most egy órán keresztül várni, vagy éppen bemenni annak érdekében, hogy fogja neki egy nagy halat. Igen, ezt egyébként minden évben ti is elmondjátok, meg mi is megbeszéljük a kulisszák mögött, hogy a Balaton nem játék, illetve hát szerintem ezt, aki valaha nyaralt a Balatonon, ezt már tudja. Van egy, egy ilyen érdekes sztori, egy, egy, volt kollégám mesélte, hogy voltak nyaralni déli parton valahol, tükörvíz éjszaka, ha. évfél körül, és nagyon jó, meleg nyári nap, éjszaka volt, és úgy döntött, hogy ő úszik egy jót a Balatonban, és elúszott körülbelül ilyen 3-400 méterre a mólótól, majd aztán gondolta, hogy akkor ennyi elég volt, most már visszafordul, és körülbelül az életéért küzdött, hogy vissza tudjon menni, mert valamiért olyan áramlat volt a vízen, amit nem lehetett látni kívülről, hogy azt mondta, hogy nagyon keményen meg kellett küzdenie, hogy visszaérjen. Hát a szóval, hogy tényleg nem. Azért, azért ugye tudjuk, hogy a, a középső és a keleti medence között ugye a, a tuhanynál, ezt csak azért mondom a nézőknek, talán érdekes lehet, hogy, hogy uh, én tudom, talán a második ibcc és adás volt, amikor így, hát tiszta ideg volt, ami kezdődik, valami nem volt jó ott a háttérben, és akkor számolnak vissza, de kezdünk, kezdünk, de tiszta nem jó, nem jó, nem jó kezdünk, kezdünk, és akkor üdvözlöm a kedves nézőket innen a tuhanyi, tuhanyi hév mellől, de hogy ez így, tehát hogy se nem tihany, se nem rév, hanem hév, és na mindegy, tehát ott azon a szakaszon nagyon jelentős áramlatok vannak. Ugye a két medence között, meg egyáltalán, ugye, aki hallott, már esetleg a tólengésről, mint fizikai Egyen. jelenségről. Ugye a folyamatos szél hatására a víz ö, nagyobb mennyiségben áttorlódik egyik medencéből a másikba, majd amikor ez a jelenség, megsz, illetve maga a szélhatás megszűnik, akkor elindul ez a tólengés jelensége, amikor gyakorlatilag a, a keleti és a nyugati medence vízszintje között is ö, mérhető különbség van, akár 70-80 cm-ben mérhető különbség, és ez egy komoly áramlást hoz létre és például van olyan csapat az IBCC-n, aki oda húz mondjuk a klubtihany területére, ahol egyébként a központi bázisunk van, ott a, a ö, ahol közlekednek a kompok, ott, ott, nem elég, nem tudom én, 300 grammos olmot letenni, hanem ott letesznek egy, egy beton békát, nem tudom, egy hatalmas nagy ilyen beton horgonyt, amire az elhagyós cucc utána rá van kötve. Hogy, Konkrétan hogy ott volt, aki adni. egy kilós, én hallottam igen, ilyet, egy igen. kilós betontömbökkel horgászott. Igen, különben igen, ásador nagyon érdekes Hát érdekes. ugye a egyet említetted, onnan már mindenki jól tudhatja, aki követi, hogy az összeszűkülő Keresztmetszetnél felgyorsul a, hát a, a formájnél a levegő, itt ebben az esetben a víz, ergo ott jóval nagyobb lesz az áramlás sebessége. Ez még Démon hír idejében is úgy volt. Én akkor körülbelül fejeztem be a formájkövetését, de <laughs> hát, megijedtem egy pillanatra. Hogy, hogy valami... hová tűnt? Nem? Ugye? Hát, hogy hová tűnt nem is. Hanem, <laughs> hogy megijedtem, hogy valami formájról keveset Ja, hogy most egy aktuális. Nem, az a helyzet, hogy ö, valamiért én sem nézem már. Én nagyon-nagyon szerettem, ott is statisztikákat néztem, és stb. De hát kinövi az ember, ezt is előbb-utóbb. Gyerünk át szokra. egy picit, bocsánat, a, a társadalmi szerepvállalásodra is, mert hogy erről is meséltél nekem, és nekem nagyon tetszik, hogy, hogy te Szegeden horgász szakkört indítottál, ha jól uh -huh. tudom, gyermekek számára. Igen. Mm. Történt egyszer, hogy, hogy a, a Szegeden van egy nagy múltú, egyébként idén 90 esztendős horgászegyesület, nem sok van az országban, amely ilyen múlta tekint vissza, és hogy nem hogy jogelődök, meg mit tudom én, gyakorlatilag ez a 90 éve alapították 1934-ben ezt az Egyesületet, és azóta működik, és ennek az egyesületnek vagyok én is a tagja, és pár évvel ezelőtt be is választottak az a Egyesületnek a vezetőségébe, és, és annak tagja vagyok, aktív tagja vagyok, és még talán, talán, ezt megelőzően is ültem, ültem, egy országos, egy megyei bajnokságon Szegeden a Matyéren, ami hát a világ egyik legjobb horgászversenypályája. Tehát, hogy tényleg nem véletlen jönnek a Walterland masters Steve Steve mint amilyen, hogy oké, okay, nem csak azért, mert a Tomi hívja őket, hanem hogy olyat lehet itt horgászni, hogy És Hát ültünk ezen a megyei bajnokságon, és akkor a ifjúsági kategóriában megtapsoltuk a Smányi Szabit, aki egyébként hozzáteszem, hogy zseniális pecás, többszörös ifjúsági világbajnok, és én hiszem, hogy lesz ő még felnőtt is, szóval, hogy már mint világbajnok, és, hogy, és hogy, hogy néztem, hogy hogy van az, hogy egy gyerek van. És akkor a következő évben már most kettő van, mert egy másik megyéből beiratkozott ide egy uh -huh. sportás, hogy ő, hát végül is ez uratja ez a pálya, meg hát hogy csak ennyi, hogy én nekem itt egy tagságot, na mindegy. Szóval nem volt gyerekversenyző, és nem hogy versenyző, hanem nagyon szervezetten nincs lehetőség arra Szegeden, hogy horgásszanak. És akkor gondoltam, hogy ez, ez valamit tennem kell, hát felszólaltam ezért, hogy legyen. ha hát nem lett. Aztán megint felszólaltam, és hát ha nem tesz érte senki semmit, akkor nem lesz. És egy évvel ezelőtt, hát most már bő egy évvel ezelőtt, most már másfél is, amikor megfogalmazódott, hogy jó, akkor most elkezdjük, és csinálunk hirdetünk egy ilyen kis szakkört, ahova várjuk a gyerekeket, és nem, az a, nem olyan célzattal, hogy most ö, megtanítsuk őket, nekik a, nem tudom, tilalmi időszakokat, meg a méretkorlátozásokat, meg mit tudom én, E, nagyon, Úgy is rájuk ragad egyébként. E, nagyon fontos nyilván, tehát, de, de nekem nem ez volt a célom. Nekem az a célom, hogy, hogy például az egyesület, amiben vagyok, az négyezer fős. De igazából nem tudom, az összes újjaman meg tudom számolni, hogy hány olyan aktív ember van, aki minden rendezvényen ott van. És nekem ez nagyon, nagyon fájó, hogy, hogy amikor a horgászat egy csomó esetben egy ilyen társadalmi esemény is lehet hogy lemész a vízpartra, és akkor beszélgetsz emberekkel, hogy ott lehetsz, hogy közösséget alkotsz, hogy ez teljesen kikopóban van. Szoktam mondani, hogy a vízpart, a Tiszapartra jártam rá munka után beszélgetni pecásokkal, akik ilyen hát haverok lettek, és akkor három fő téma volt mindig, az egyik a peca, a másik a nők, a harmadik meg a nyugdíj. Mert hogy mindenki igazából ilyen idősebb kortás, e és akkor velük, velük dumáltam, de hogy egy kis közösséget alkottunk ott lent. És nekem ez hiányzott nagyon, elindult, elkezdtük csinálni, meghirdettük, és hát a létszámunk folyamatosan bővül, már most annyira bővül, hogy már zavarba ejtően kezdünk sokan lenni, és és, és hát segítőből viszont kevesebben vagyunk, de a célunk az az, hogy, hogy akik jönnek oda, a gyerekek, és velük együtt nyilván ilyenkor motiválható a szülő is, ők is, amikor jönnek, akkor együtt alkossunk valamit. És közösen megyünk versenyekre, ott a Egyesület által szervezett versenyeken ott vagyunk, télen a téli időszakban a székházban. Mármint elindulnak a gyermekek? Igen, igen, wow. igen, igen, és akkor ott vagyunk mögöttük. Télen a székházban az ilyen hal preparátumok között, mert még ez egy ilyen régi módi székház, oh. ami nem baj. Szóval, hogy ott a hal preparátumok között tartjuk a foglalkozásainkat, és akkor tanulunk különböző horgokat megkötni, beszélgetünk a horgászatról, teszteket töltünk ki, elmegyünk a feóva kirá, fe, kiállításra kirándulni, közös halsütést rendeztünk karácsony előtt. Szóval jó. próbálunk egyfajta olyan társadalmi életet élni, ami nekünk újdonság, azért akik 40 évvel ezelőtt ebben, vagy 50 évvel ezelőtt, amikor igazán virágzott ez az egész benne voltak, sokkal-sokkal nagyobb dolgokat tudnának mesélni. Hát változott a helyzet, változott a, az életünk ritmusa, a, én azért remélem, hogy, hogy ezekből a gyerekekből, az biztos, hogy horgász lesz, a száz százalék, mert már most látszik. Nagyon érdeklődők? Tehát látszik a lelkesedés? Igen. És ami hihetetlen, nyilván a horgászat lehet csak a közös pont, de úgy próbálom szemléltetni azokkal, akik hallgatják ezt a beszélgetést, hogy, hogy épp a említett felhova kiállításon voltunk, az egyik nap, ahol sok ezer ember tartózkodik ott azon a területen. És mi megérkeztünk Szegedről a kis buszunkkal, a 14 éves től a, a 7 éves korig a gyerekekkel, és hát nekem éppen minden bajom volt, hogy most akkor karszallag, vagy nem karszallag, belépő, vagy hol kell bemenni, meg alig találtuk meg, hogy melyik bejáratom, meg mit tudom, én ezzel voltam elfoglalva, és a nagy gyerek, meg ö, aki a szemembe tényleg nagyján nőtt, é, ö, pedig felfogja észre, hogy megyek, és megfogja annak a 7 évesnek a kezét, és akkor, hogy ne vesszen el. Tehát, hogy e, apróság, de ezek a, ezek a dolgok úgy vannak halva ebbe a világból, hogy, hogy tényleg tök jó felismerni, hogy mégis csak létezik ilyen, és hogy zsigerből az ember jó. És, és, és a gyerekekre abszolút el lehet mondani, nagyon ügyesek, van uh, amint, amit imádok bennük, hogy magatartásilag pedig hát fiúkról van szó, persze mászunk fára, már nem én, hanem ők, <laughs> meg, meg nem tudom én, próbálnak békát is fogni, meg hatalmas <laughs> ribillió van, amikor teknős akad a horogra, tehát hogy Nyilván, de hogy magatartásilag nincsen probléma, és lehet, hogy itt a közös nevező az mégiscsak a PECA, ami, ami egy ilyen kitartásra, ami egy ilyen nyugalomra ösztönzi őket, és ez nagyon jó. Van olyan gyerek, aki úgy ment oda, hogy apu se apuka, se nagypapa, se nagybácsi nem horgászott, és őt érdekli? Nem hozza ezt valahonnan? Most, hogy így mond, van ilyen, de most azon gondolkoztam, hogy az arányok mik lehetnek, mm. szerintem a fele ilyen. Ez úrva. A fele ilyen. És most is, akik jönnek, jön az anyuka, és mondja, hogy de hát, hogy ő nem tud segíteni. És akkor gondolkozzon magát, hogy ahol az apuka, most nyilván nem menjünk bele a társadalomba, de... de hogy apuka se tud segíteni, mert hogy apuka se horgászott. És, és jön a kisrác, aki hihetetlen érdeklődéssel van, mm -hmm. és ráadásul nagyon ügyes, és, és akkor őt próbáljuk segíteni. A másik pedig, hogy vannak olyan ö, zsigerből ösztönösen, vagy nem tudom, a ginyékbe hordozzák mégis a, a halfogásnak a, a, a tudományát, olyan ügyes gyerekek, hogy hát őket meg csak elrontani tudjuk. Tehát, hogy ő, hát meg arra kell figyelni, hogy ne én akarjak okosabb lenni, és elmagyarázni majd neki, amikor hát látom, hogy tudja. Szóval, amikor egy nyolc éves gyerek egy három méteres pizzbottal így kikanyarítaném egy két kilós pontot, akkor nekem ott nem mondja senki, hogy ez a gyerek nem nincs meg az az igazi érzéke hozzá. És itt meg bejönnek a generációs különbségek, hogy ő hogyan közelíti meg ezt a dolgot, én hogyan közelítem meg ezt a dolgot, mondjuk a Walter, Tomi hogyan közelíti meg a pecát, meg mondjuk a Bakópeti, hogyan közelíti meg a pecát és bizonyos tekintetben eljutunk arra a szintre, hogy már lehet, hogy a Walter Tomi tanul a Bakó Petitől, és nem feltétlenül fordítva, bizonyos dolgokba, vagy legalábbis tudja, hogy meghallgatja a szavát, és nálunk is most nyilván egy 8 éves gyerektől még nem feltétlenül, de mondjuk azt az alázatot, azt az ügyességet, azt a kitartást, azt tanulhatjuk mi is felnőttek a 8 éves gyerektől. És hát a tervem az az, hogy ezen a bizonyos megyei bajnokságon, ezen a bizonyos matyéren ne egy gyerek üljön, hanem, hanem több, és és utána próbáljuk ezt az egészet fejleszteni úgy hogy mint hogy az országban egyébként sok helyen működik hasonló műhely uh -huh. ahol ahol nagyon komolyan képzik a versenyző palántákat nem feltétlenül akarjuk csak kisarkosítani a versenyzésre, de azt azért látjuk, hogy a közösségi élményt az, az talán az adja meg leginkább. Tehát amikor valamire készülnek, ami valami cél, ami ott egy élményt szereztek, akkor azért az élménnyel küzdünk majd legközelebb is. Tehát nyilván erre a versenyzés nagyon jó, de aki nem feltétlenül versenyző alkat, ő neki pedig tényleg a horgászatnak a szeretetét próbáljuk megadni, és akkor ülnek be a kis autónkba, akkor visszük őket ide-oda, mert anya-apa éppen még dolgozik, nem ér rá, akkor bekanyarodok a paneltönbalá, akkor összeszedem a Benit, akkor leviszem a vízpartra, akkor hazafele, akkor ki lesz, aki a Zénót hazaviszi, tehát hogy vannak ilyen A Tehát van kihírása. ilyen kis közösség, abszolút, közösségi élmény is abszolút, az abszolút, és, ez, és ez nagyon jó. Egyébként, aki nem feltétlenül versenyző alkat, vagy nem azt az utat választja, hogy ott fog ülni a ládán, később választhat akár más részt ebből az egész horgászvilágból. Mint ahogy, és akkor megint átkötök egy kicsit másik témára, a te is egy picit más irányba is kezdesz kacsindgatni, mert hogy elkezdtél egy komoly. Iskolát, vagy hát egy oktatást, a horgászvezetői képzést, Igen. ugye? Igen, ez teljesen egyedülálló. Mármint a világon abszol, is. Mármint a világon nagyjából. is nagyjából. Ráadásul mennyire tudjuk, Európában, ahogy hallottam, nincs neki párja. A MOHOSZ, a Matéval közösen, Magyar Agráris tudom Egyetemmel közösen hozták létre ezt a képzési formát, ami nek ugye a célja az az, és nyilván erre ezt azért látják, meg tapasztaljuk mi is, hogy ö, nem feltétlenül abszolút naprakész szekma a horgász vezetők. Kevés fiatal vállal például ilyen tisztséget, életkori sajátosság talán. Azok pedig, akik elvállalják, mert nem tudom, el kell vállalni, meg különben vállal, de Józsi bácsi, meg különben nélküled megszűnik az Egyesület ilyen szinten. Ők viszont nem biztos, hogy olyan képzettek például halélettanilag, hidrobiológiailag, szervezeti ismeretek szempontjából, a, mert hogy ilyenek, ilyeneket tanulunk az egyetemen. Erre igen, kíváncsi lettem volna, hogy mi Tehát, a hogy, hogy ilyenekről, ilyenekről, tanulunk az egyetemen, és ez az első évfolyam, ami, ami most indult el. Egyébként nagyon érdekes, mert olyan emberek között ülök, aki, én szoktam mondani, hogy mi vagyunk a, a, a kontrollcsoport, azok a néhányan, akik, akik nem a halasz szakmából jöttek, mert hogy, mert hogy itt van Halászati szakmérnök is, akik őt mehetünk. Igen. Ért aki, nem hogy valamennyire nem nagyon. És hogy például a évfolyamunkban járnak megyei szövetségeknek vezetői, ügyvezetői, elnökei, akik akik ebben, akik ebben a képzésben részt vesznek. Nyilván nekik a kisújúban van az egész, meg, meg, meg lehet, hogy egy. Mm, hidrobiológiai előadásnál így bele, -bele engem viszont marhára érdekel. Amikor belekerültem ide az Egyesületbe, akkor én is így kívülről jövőként azt látom, hogy több halat telepítsenek, több halat lehessen elvinni, lehessen elvinni a nagyobb pontyot is, lehessen megállni az autóval egészen a vízparton, miért nem lett, tehát, hogy kívülről jönnek ezek a, ezek a Direktívák az emberekből, hogy hát ez olyan egyszerű, hogy ezeket a dolgokat meg lehet így változtatni, meg hogy, hogy akkor az elnökség döntsön, meg a vezetőség döntsön, meg hogy. És, és mögötte ez nem így van. Itt komoly jogszabályok vannak, itt komoly rendeletek vannak, az e, a, maga az Egyesületnek van egy szervezési működési szabályzat, és ezt szerettem volna jobban megismerni az egyik oldalról, a másik oldalról meg szerettem volna megismerni azt, hogy, hogy bizonyos helyzetekben, amikor tudjuk, hogy milyen időjárási anomáliák vannak, sok víz pillanatok alatt, vagy éppen nagyon kevés víz hónapokig, hogy ez mit okoz a vizeinkben. Egy-egy halfajnak a megjelenése, nem odavaló halfajnak, vagy nem csak halfajnak, hanem fajnak a megjelenése. Rákokról is beszélhetnénk. Igen. És hogy ilyenkor mit lehet így hirtelen tenni? És gondolkoztam rajta korábban is, hogy beiratkozok egy ilyen képzésre, de nem találtam igazából magamnak valót. Vannak ugye ezek a tógazda igen, tanfolyamok igen. talán. Igen. Mm. Nyilván hasznos ismereteket ad, de nehezen tudom elképzelni magam a tógazdának. és, és akkor ezekre úgy nem jelentkeztem, aztán mikor megláttam ezt a képzést, akkor, akkor ide beadtam én is, és akkor így jöttem ide. Mennyien vagytok most? Ha jól emlékszem, 22 fővel indult ez a, ez a képzés, de 20 fő felett vagyunk, és hát szinte két hetente tart, majd most már lassan ott vagyunk, hogy ki kellene választani a szakdolgozathoz a témát, meg kellene... Wow, ez gyorsan eszkalálódik akkor Igen. Azért. ha valaki esetleg nézi a műsort, és van témajavaslat, akkor várom, szeretettem, mert igazából e. nincs ötletem, hogy miből kellene. Itt még most, ha jól, ha jól sejtem, akkor nincs egy ilyen lista, hogy így ilyen sorvezető, hogy kb. ilyeneket szoktak választani, vagy nem hmm. tudom, mert hogy nem volt kifejezett, még ilyen képzés. Kifejezett kérés az volt, hogy olyan téma legyen, ami hasznára válik az egyesületeknek, uh -huh. uh, horgászszervezeteknek, mert nyilván most egyesületekről, szövetségekről beszélünk, hogy uh, olyan témát próbáljunk majd keresni és feldolgozni, és kidolgozni, ami, ami, amit elolvasva mondjuk majd azt a szakdolgozatot abból épülhet mondjuk egy, egy, egy egyesület. Ugye itt ha jól sejtem, akkor itt területek keverednek, és jó arányban, mert hogy vannak halbiológusok, ugye eddig is voltak, vannak hidrobiológusok, akik a vízzel foglalkoznak, és vannak gazdasági szakemberek, és ha, ha jól sejtem, de inkább erősíts meg, vagy cáfolj meg, hogy ez a három terület keveredik igazán egy horgász szakmai vezető vagy horgász igen, vezető igen. képzésben. És akkor te gyakorlatilag választhatsz akár gazdasági, akár vízzel kapcsolatos, akár halbiológiával kapcsolatos. Gazdasági itt nem, mert a, nem? A, a számok az ellenségeim. Ja, de hogy egyébként tanultok <laughs> ilyesmit? Igen. Igen. Mert hogy egy egyesületnél Igen. ez is egy nagyon fontos Igen. kérdés. Igen, de menedzsmentet, jogi, Jogi, jogi előadásaik ja, is lesznek majd. Szervezeti felépítésben, tehát ugye, hogy mik azok a igazgat, minisztériumok, ami, amik alá tartoznak, állami szervezetek, szervezetek amik működtetik a, a horgászatot, vagy ugye biztosítják annak a lehetőségét, ugye a vizekkel kapcsolatos, a vízgazdálkodással kapcsolatban. Szóval nagyon sok olyan kérdés, ami egyébként tényleg engem érdekel, ami, ami azt gondolom, hogy hasznomra bálik, és amikor majd ö, ülök ott a Szegedi Hermanotó Horgász Egyesületben az elnökségi vagy éppen a közgyűlésen, akkor, akkor amikor azt mondjuk, hogy szavazzunk, nem, hm, szavazzunk <tosz> akkor nem úgy fogok szavazni, hogy, hogy hát most nem, mit mondjak, most, igen, vagy tartózkodjak, vagy módjum. igen, hanem akkor határozottan tudja egy véleményt alkotni, és akkor felnyújtani a kezem akkor, amikor kell. Mennyi idő a képzés egyébként? Mennyi ideig tart? Hát... Mármint, <laughs> <laughs> hogy ideális esetben. <laughs> Igen, mert korábbi főiskolai tanulmányaimra visszagondolva. De hát ideális esetben ez egy ilyen másfél éves képzésnek van most besűrítve. Rengeteg dolog van egyébként. Nagyon sok ajánlott szakirodalomban, sok előadás, amit meghallgatunk. Nagyon élvezem. Tehát, hogy én tényleg ilyen így hallgattam most is, amikor az ilyen hidrobiológiai előadás volt, hogy, hogy milyen folyamatok játszódnak le a vízben, és hogy a, a halaknak ugye mi halakat hogy és miként befolyásolja ez. Aztán ezt jutott, hogy nagyon jó, mert hogy megkapjuk ugye az előadások anyagát hanganyagban, és úgy ott is milyen jó volt meghallgatni. Csak aztán rájöttem, hogy meg kell tanulni. Tehát, hogy, hogy... Egyébként ez olyan személyiség én azt vettem észre, hogy tizen, nem tudom, mondjuk hat éves korodtól mondjuk is esetben 21 2 éves korodig tanul, az, vagy az átlag ember mondjuk tanul hogy elnyit, igen, és hogy utána adik, pedig nem csak, hogy, hogy, akkor ez egy kínszenvedés, legalábbis nekem az volt, nem, nem, azt akartam csinálni, hanem lettek volna jobb ötleteim, Jó, saj, ide, saján de, saján hogy életkor is az idő. De hogy ilyenkor mondjuk ilyen 40 közel vagy a fölött, meg az ember már olyan szívesen tanulna, hogyha lenne rá mondjuk lehetősége, meg ilyesmi, de sokaknak nincs, mert dolgozni kell, de azért, ha meg belegondolok, a, még a úgy mondom, előző életembe, szóval még amikor a kis makói televíziónál dolgoztam, és akkor, akkor jött így húsz évvel ezelőtt, hogy az élet hosszig tartó tanulás. A bizony, egyébként. És koncran, ugye az akkor olyan furcsa dolog volt. Tehát, hogy az, az élet, egy paradigmaváltás volt igen, itt Magyarországon. Igen. és hogy például nálunk a családban, is, hogy, hogy később uh, iratkozott be hm. iskolába még, és hogy akkor mindenki olyan így nézett rá, hogy mi van. Aztán most én is itt már most 40 fölött vagyok, de de miért ne? Tehát, Hogyan hogy ne? Persze. Ö, nyilván nem leszek így ilyen diplomahalmozó, mert így az hétköznapban... Sose a... lehet tudni, Szabi. Nem, nem én vagyok. az, az, az Dr. Nem én vagyok. Jéger Szabolcs, egy jogász, egy közgazdász, unikum, <laughs> máver. Egy unicum, de, de de biztos, hogy érdekel a téma. Remélem, hogy meg is fogom tudni tanulni. Aztán, hogy a szóbelivel nem lesz baj, remélem. <laughs> Egyébként a, nem felejtem amikor a, a a Dombóvári Pistivel jártam főiskolára, egy osztálytársak voltunk, és hát akkor kezdte ezt a stand világot, és nem felejtem el, hogy ott egy egyfolytában ment a, az órákon is a hülyeség, meg a, meg a vizsgákon is, és akkor kiküldtek ott mindkettőnk a szóbeliről, hogy ez, nem, nem mindegy, tehát a szóbelítő annyira nem félek, azért az írásbeli töm annál inkább, meg attól félek, hogy tényleg, hogy a munka mellett mennyire fog majd így beleférni, próbálom tényleg komolyan venni, az előadások anyagát nem csak hogy meghallgatni, még egyszer, hanem tényleg elolvasni, és aztán remélem, hogy amikor a számunk elérésre kerül a sor, akkor majd görbülni fognak a jegyek, és, és amit, tényleg, amiben hiszek is, hogy, hogy, ennek majd ez a hasznomra lesz, mert nem csak az én, nem az én hasznomra, hanem a közösségnek a hasznára. Én biztos vagyok benne. Egyébként visszatérve arra, hogy sikerül-e majd a vizsga vagy sem, az már egy jó alap, hogy érdekel. Tehát De. azt azért sokkal könnyebb megjegyezni De, talán. Hát abszolút, igen. Mint egy olyan témát, ami abszolút nem érdekel. Van itt nálam felírva egy olyan sor, hogy mozgáskorlátozott Féder kupa a Matyéren. Aha. Hát ez meg hogyan van, mert ha jól láttam, ez mohos szervezés, de nem OB, meg nem ilyen jellegű dolog, mert ha jól tudom, akkor mozgáskorlátozott szakákban, vagy hát hogy mondjam területen, úszós szakák volt eddig csak, ugye? Igen. O országos, és hogy milyen, és hogy milyen hivatalos. sikeres. Milyen Aha. sikeres. Mm, vannak bajok, azt azért szerintem most már elmondhatom, vagy így kimondhatom, mert miért nem mondhatnám, mert így. így itt bármit mondhatsz. Mm, szóval vannak bajok az úszó szakágnál, mert hogy elfogyunk, uh -huh. és uh, sokféle oka van ennek, amit viszont nyilván nem itt fogok elmondani, de, de de sokféle oka van ennek. Talán akik tehetnének ellene, vagy aki tehetne ez ellen, hogy ne így legyen, lehet, hogy csak ő nem látja, hogy mi a, mi a megoldás, de tény, hogy ebben a szakákban kevesen vagyunk olyannyira kevesen vagyunk, hogy bár tavaly világbajnok lett a csapat, Igen. idén lehet, hogy országos bajnokságot sem fognak tudni rendezni. Annyira nincs induló? Nincs, nincs, nincs induló. Az idei évben lesz egy ilyen próbálkozás a Féderen, ezt a Matyéren rendezik majd, ide mozgáskorlátozott horgászok jelentkezését várjuk, várják, én csak annyiba várom, hogy én is el fogok indulni, és akkor legyen minél több ellenfél, akikkel lehet jót horgászni, és már most tizen fölött van a nevezési létszám, szóval, hogy többszöröse annak, ami az úszósban nincs, uh -huh. és és ez egy, egynapos, egy egyfordulós verseny lesz, és hogyha jól, jól, alakulnak a dolgok, akkor lehet, hogy ebből egy kétfordulós, többfordulós bajnokság lesz majd a következő évtől. Aztán, aztán az, a folytatást pedig majd meglát, akik, akik ezt uh, irányítják, akik szervezik, az biztos, hogy uh, hogy a, az indulók tekintetében, akik itt indulnak, nagyon sok olyan ember van ebből a 13 főből, akik uh, az úszósból nyergelnek át ide, vagy valamiért nem indulnak a, az úszósban, és, és úgy gondolják, hogy na, akkor most ide mérne, mert hogy akkor itt mégis csak együtt leszünk, és akkor itt lehet mégis csak pecázni egy jót. Én is így vagyok egyébként vele. Az idei évben abszolút nem volt betervezve, hogy az országos bajnokságon elinduljak, és ez úgy igazából tartom is magam, nem fér bele a, az időbe, meg meg úgy nagyon... Mm, tehát sokkal több munkát kéne abba beletenni, hogy ott, ott olyan eredményt is tudja elérni, hogy... És az eredményt most abban mérem, nem feltétlenül a pozíciókban, hanem hogy úgy gyere el onnan, hogy, hogy jól érezted magad. Meg mindent megtettem, hát, meg... És, a legutóbb, amikor voltam, akkor a két évvel ezelőtt, akkor, akkor abszolút nem ezt éreztem. És úgy, úgy voltam vele, hogy jó, akkor azt most egy darabig nem csinálom. És ezzel együtt mondjuk most tavasszal, tavasszal, hát télen, de tél, nem is volt tél. Szóval néhány hónappal <laughs> ezelőtt... Az a két nap tél, ami volt. Igen, igen néhány hónappal néhány ezelőtt jött egy telefon, hogy meg kéne menteni a hazát, és akkor nekem a nézetek már rám, mit kéne nekem csinálni. És hát az a helyzet, hogy a, a, a válogatottban volt egy visszalépés, és ö, úgy gondolták, hogy a szövetség részéről, hogy én ugorjak be, ha tudok, mert hogy a Bulgáriába utazó VB csapatba kellene még ember árujába megjegyzem, azért szomorú, hogy ez így működik, tehát hogy, hogy kicsit olyan, mint a Grabowski, Igen, nem a mocskafogóban, hogy akkor mostan aktív lustadik, meg én, meg mit tudom, szóval, hogy na. Tehát, ennél azért ennek nagyobb a presztízse, mint Igen. hogy ez így működjön, Igen. de hát ez de, van. De, 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 szerintem sokat mondó ez a dolog, Igen. hogy, hogy végül utána akkor, akkor egy embert mégiscsak találnak, akkor, akkor ő menjen el. Én ezt próbálom azért komolyan venni, tehát volt szerencsém lenni világbajnokságon, éltem meg nagy örömöt, meg meg nagy kudarcokat is világbajnokságon, és úgy vagyok vele, hogy azok a srácok, akik tavaly világbajnoki aranyérmet nyertek Franciaországban, és ők viszont az egész év folyamán nagyon készülnek a szezonra, és indulnak versenyeken, na őket nem hagyhatom cserben. Tehát most tényleg ez motoszkál a fejemben, és most ha azt mondom, hogy a hátam közepére nem kívánom, hogy nagyon sportszerűtlen, de, de valahol tényleg így van, tehát hogy nekem most van egy ilyen intenzív ibcc és időszakom, amikor utána egyéb forgatások is ugye május-júniusra ki vannak csúcsosodva, hogy a őszi szezonra a televízióban ott legyenek ezek a filmek, szóval meg még akkor nyilván van egy családom is, akivel, akivel ö, otthon is szabadságokat kell egyeztetni, már nem az enyémet, hanem a feleségemét, a gyereknek ugye akkor van Nyári szünet, szünet Szóval, hogy ez nekem úgy pont ö, ott van a kellős közepén, és akkor előtte egy hétig forgatás, akkor verseny után egy hétig forgatás, úgyhogy sok vízszámlát nem fognak fizetni, vagy nem fizetünk <laughs> otthon, meg a hűtőbe se kell miattam sok kaját bepakolni, mert három hétig gyakorlatilag nem leszek otthon. És ezt azért ö, nyilván mérlegelni kell nekem is, a családnak is, és ez most nyilván egy kicsit ilyen siránkozósra sikerült ez a dolog így a részemről, csak azt akartam ezzel elmondani, hogy tényleg nem erre készültem, de szeretnék nem, hogy áldozatot hozni, mert nem akarok áldozat lenni, mert szeretnék Irájban. hozzájárulni ahhoz, hogy majd ez a, ez a VB szereplés ez jó legyen. Bulgáriába fogunk majd menni. Ismered a pályát volt? hogy van? én nem, nem, nem. Viszont a magyar, magyar mezőny ismeri, ez a Plovdivi -e, elvezés, de hát nem mondjuk hülyeséget, hát a tévében láttam Kajakenu világbajnokságot. Akkor már jól, ismered, jól ismerem a pályát meg hát a magyar válogatott, itt lett világbajnok, Plovdivban, úgyhogy, úgyhogy azt azért elmondhatjuk, hogy a mezőnyből, akik a háttereink, ők ismerik, ők tudják, hogy mire kell készülni. Azt már az, nem jók van, rebesgettek, mert ilyen 40 méteres távra kellene Ó, meccsezni. meccsezni. Nekünk szerencsénk van, mert a segítőink, akik mellettünk ülnek a ládán, segíthetnek. Például az én esetemben, ugye én én a, kezem miatt vagyok korlátozott, és a, nekem például a csúzizás abszolút nem Aha. menne, és ha hozzáteszem, hogy más, nem tudom, hogy kinek fog menni egyébként 40 méterre pontosan lőni, és a pontosságot itt most tényleg egy ilyen félasztalnyi területben értem, <laughs> és utána mi nekem ugyanoda kéne dobni majd az úszót, hogy oda nem is menjen ez, és ne gubancol, hogy sok sok ez a dolog, de, de ilyesmire készülünk, úgyhogy ezt már, ezt már így el is kezdtem, és remélem, hogy, hogy majd jól fog sikerülni, aztán ki tudja, lehet, hogy ez a világbajnoki szereplés az ad majd egy olyan löketet, hogy a jövőt egy kicsit másképp képzeljem el a versenyhorgászat terén, amit egy kicsit eltávolodtam, legalábbis így a komolyabb szinten, de, de egyébként meg kisebb versenyeken abszolút részt veszek. Az Egyesületünknek a versenyeit látogatom, ott rendszerint megfordulok, nagyon szeretem azoknak a hangulatát, eredménytől függetlenül, és azt gondolom, hogy ez a legfontosabb. A Fipszednél van nemzetközi mozgáskorlátozott fédernész. Nincs. 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 A, azért a Magyar Orgán Szövetség szerintem nagyon sok mindenben élen jár. Igen. Tehát azt azért uh, látni kell, hogy bet hogy, uh, tudom, én itt nyilván mindenféle, uh, hogy mondjam, rendelet- vagy szabály módosítás, meg minden miatt. Uh, a, a, mohoz egyfajta szitokszó is bizonyos körökben, de, de azt azért látni kell, hogy nemzetközi szinten, amit, amit a Magyarországos Horgász Szövetség csinál, az, a, az, az párját ritkítja, tehát az a horgászcentrikusság, amit sikerült Magyarországon bevezetni, meg a horgász versenysportnak a, a támogatottságát, amennyire sikerült ö, növelni és elérni, ez, ez, olyan szint, hogy, hogy ez tényleg nagy horgász verseny múlta rendelkező országok a nyomunkban sincsenek, és nem csak eredményekben. Most nem tudom, hogy talán idén már lesz kajakos pergető is verseny OB Magyarországon. Igen, ezt nem tudtam, nem is Alem. hallottam róla. De amúgy tök ugye, jó. Ugye például nem volt Method Feeder világbajnokság sem. Úttörő volt Magyarország Egy ebben, jó. kidolgozta a szabályokat. Ugyanígy nincs, a uh, Freestyle Rakósnak neve, majdnem azt mondom Rakós Feeder, szóval Freestyle Rakósnak <laughs> uh, nevezik, ami igazából a, a rakósbotos pontyhorgászatot nevezik. Ez, ez létező dolog, nem ennek hívj, nem így hívják, de mondjuk hát Angliában hát millió tó erre van berendezkedve, hogy rakósbotta, kimondottan rakósbottal és csak pontyot, hogy fogjanak. Szóval, hogy Európában van ennek piaca, van ennek érdek, van ez iránt érdeklődés, de valamiért még nem alakult ki egy konkrét versenyszabályzat, letisztult keretekkel, és ez is most már Magyarországon, nem tudom, idén talán a harmadik és nagyon-nagyon dinamikus, OB-t és nagyon dinamikusan nő a, a nevezők létszáma. Tehát nagyon nagy az érdeklődés. És nyilvánvaló, hogy ebből előbb-utóbb, hogyha mondjuk a metód fédert veszük alapul, simán lehet, hogy ebből is lesz majd uh, világbajnokság, és akkor visszatérve a kérdésre, én, én el tudom képzelni, hogy hamarabb lesz, uh, mint gondolnánk, mozgáskorlátozottak számára féder világbajnokság. Beszéltünk ma már arról, hogy mennyivel egyszerűbb Versenyezni is, ö, nem, mennyivel egyszerűbb felszerelést szerezni én. is, ö, féderezéshez, És ö, én azt hiszem, hogy a, a ismerve a mozgás mozgáskorlátozottak élethelyzetét, ismerve a lehetőségeiket, nekik ez egy nagyon nagy könnyebbség, hogyha lenne egy ilyen. Bár hozzáteszem, hogy a. a tehát biztos vagyok benne, hogy sokan fognak jelentkezni majd Magyarországon is, tehát hogy nőni fog ez a tábor, annak biztos, hogy nem örülnék, hogyha ez az úszósnak a rovásában lenne. De, de ismerve mondjuk a mostani nevezőknek a névsorát, biztos vagyok benne, tudom, hogy úszós pecások vannak ott, ők ö ha az élethelyzet úgy hozza, akkor simán fognak majd menni úszózni. Is. Tehát az úszósnál kicsit a körülményeken kell változtatni, uh -huh. hogy az is újra virágzásnak igen, induljon. Én gondolom, a féder nem. pedig valószínűleg a mag önmagától is. Ő pedig járni fogja az útját. Fog. igen. Aha. És uh, erre a matyér ez egy remek alkalom lesz. Úgyhogy itt a reklám helye, aki esetleg szeretne még nevezni, az megteheti a horgász oldalon van, talán egy héttel a verseny előttig, tehát ja, jó, valami tehát nagyon. Az... A verseny június. Nincs, május végén. Ja, május. Van. Végén Aha. van. A VB lesz majd júniusban, május végén lesz ez a, ez a verseny, és én biztos vagyok benne. Tehát a Matyér nagyon jó. Tehát aki pontyozni szeretne, az nem tudom, versenykörülmények között nem sok jobb víz van. Hosszú előkkel, tehát a rendes féder szabályok szerint igen, igen. zajlik a dolog. Igen, és uh, annyit aki nem járatos ebben a világban, ugye nálunk a mozgáskorlátozott horgászoknál, eh, ahogy említettem, van segítő, tehát bizonyos fokú sérültséggel, bizonyos segítséget lehet igénybe venni. Tehát eh, például nyilván van, akinek a legnagyobb nehézséget az jelenti, hogy valahogy eljusson a vízpartra, és ott kipakoljon, utána már, amikor a ládán ül, akkor egy stabil ülőhelyzetben van, és akár nem tudom, képes lenne egy lovat is ülő ülőhelyzetben, neki ebben kell segíteni, vagy például abban, hogy elérjen, nem tudom én, olyan dolgot a ládáról, amit más nem tudna, vagy másképp nem tudna, de vannak olyan, mint például az én sérültségi fokom, amikor nekem meg azzal van bajom, hogy hogyan fogom megfogni úgy azt a alatt, hogy ez ne ugorjon ki a kezemből, és akkor hogy fogom azt a kis horgot majd megtűzni úgy, hogy, hogy, hogy az jó legyen, vagy például a szákolásban, hogy az jó működjön, tehát nekem ott ilyen típusú segítséget lehet igénybe venni, és ez a fajta mi handicap rendszernek nevezzük, ez a handicap rendszer az úszósból van egy az egy majd a féderre, annyi különbsége, hogy az etetésnél nem lehet segítséget igénybe venni, de az összes többi más az ugyanúgy fog működni, mint ahogy a úszós rendszerben, és én viszont azt, hogy egy tök jó hangulatú verseny lesz, annál is inkább, mert hogyha jól tudom, a középdöntő, úszós középdöntő lesz majd velünk egy időben megtartva. Ugyanott. Ugyanott a magyar a Tehát hogy a... Hát akkor egy betétfutam betét futam lesz. Egy betét futam leszünk majd, és majd látjuk, hogy a, a nagyjaink azok hogyan uh -huh. pakolják a 30-40 kiló halad bele a haltartókba a úszós technikával hát én meg ilyen műkedvelőként majd ott elféderezgetek, de remélem, még egyszer mondom, hogy remélem, hogy a hangulat jó lesz, és ráfér már a mozgás korlátozott verseny társadalomra, szóval hogy mi ránk ránk fér már, hogy egy kicsit összerázódjunk, egymás mellett legyünk, ott pecázzunk, együtt legyünk, meghallgassuk egymás buját, baját, és és hogy versenyezzünk, mert ez a legnehezebb. Akkor majd még egy dátumot dobunk valahova leírásba, Jó. mert valószínűleg érdemes lesz ellátogatni a nézőknek is, ja, egy illusztris abszolút. társaság egy, lesz, egyébként, egyébként, azt gondolom, hogy, hogy aki érdeklődik a horgászat iránt, én mondjuk nagyon szeretem a focit, és, és kimegyek a meccsekre, de ugyanígy el lehet látogatni, meg lehet nézni, aki érdeklődik a versenyzés iránt egy, egy ilyen horgászversenyt. Azért már egy közép döntőbe, és most nem a mozgáskorlátozott, mondjuk a kategóriát meg érdemes megnézni, azért, mert milyen hősök vannak ott, akik, akik pecáznak. Szóval, hogy amikor a világbajnokságon mellettem horgászik az olasz srác, és akkor én most itt panaszkodok, hogy én nem tudom a szunyoglárvát megtűzni, és akkor ő neki meg innen hiányzik a, 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 az alkarja, és egy csonk van ott, amire ráteszi a szunyoglárvát és onnan tűzik. Uh -huh. Szóval, hogy hősöket lehet látni, akik, ö, akik erejükön felül teljesítenek, a pálya másik szegletén meg azokat a hősöket lehet látni, akik példaképek minden, minden uh, horgász számára, azok a versenyzők, akik a, a toppot jelentik, és azért küzdenek, hogy bejussanak majd a, abba a szűk elitbe, akik a döntőn horgászhatnak majd. A matyérem biztos, hogy uh, nem egyszerű sehol sem, de a, de a matyére meg biztos, egy nagyon nagy futam lesz. Tehát ott sok halat fognak majd fogni. Jól sok ismerik a horgászok igen. egyébként. Sok tehát ő, igen, sok fárasztást fognak majd látni, sok izgalmas pillanatot, és, és hátulról nyomon követni egy ilyen versenyt egyébként nagyon izgalmas. Egyébként mindenkinek javaslom, hogy nyugodtan menjen el bármelyik OB-ra, bármelyik ilyen mószát a szervezett versenyre. Nekem volt szerencsém a pár hete a Szabó Bencével egy forgatáson Összefutni, hát mindegy, okkal mentünk együtt. A lényeg, hogy elképesztő volt látni azt a profi botkezelést. Tudom, hogy ez egy ilyen tök hülyeség, ja, mert nem. nyilvánvalóan egy háromszoros világbajnoknál nem. ezek alap De, nem. De, ezt, amikor, ott De amikor ott látod, látod igen, ezt döbben. a saját szemeddel, az elképesztő. Voltam tavaly egy, egy forgatáson, és egy, egy horgászversenyen, aminek betét futama volt, ha így fogalmaztál, egy távdobó verseny. És egy gát szakaszon egy 5 méter széles sáv volt kialakítva, mm. és akkor a cél az az volt, hogy innen minél nagyobbat dobjanak a versenyzők a 5 méteres sávon belül. Hát itt kérem szépen a a krokszpapucsos bojlis horgászok <laughs> jöttek, és mondjuk 150 méter, meg, izé, meg mit tudom én, hát nem tudom, éppen 100 méter fölött érvényes dobás, hogy volt-e. Tehát, hogy, hogy az 5 méteres sávból, hogy hogy kidobáltak. Aha. Persze, nyilván vannak olyanok, akik rá vannak specializálva, meg nyilván nem tudom, hogy a versenyhorgászok közül, tehát ott nem is tudom, lehetett -e behordani. Na mindegy, tehát hogy, hogy, hogy nyilván nem tudom, hogy milyen volt az összetétele az indulóknak, hogy most tényleg ők voltak -e a legjobbak, de tény, hogy marha nehéz dobni száz méter fölött, vagy nem tudom, nagy távolság, nem is beszéljünk távolságról, pontos méterekben, marha nehéz. És amikor látod egy szabó bencét, amikor így dobja, és akkor utána így megfordul, meg így néz, csak ennyit hallott, Úgy, Igen, és úgy teszi be, és gyakorlatilag tényleg azt helyre. Igen. És a, 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 úgy, úgy volt, hogy a délelőtt a, a felvételeket készítette, ugye elmondta, amit el kellett mondani, és akkor jó, hát kell, azért hal a filmbe, tudod. És akkor, mit tudom én, féle egy körül, akkor jó, akkor dobott párat, hogy csináljon valami kis... Ja, 90 méterre volt ki kiakasztva a klipsz. Dobott párat, és akkor az pont úgy, az, az a kaja, az nem volt a legtökéletesebb, úgyhogy egy kicsit változtatott rajta, de akkor már nem etetett, csak mit tudom én, 5 vagy 10 percenként dobott egyet. Mondom, eleve azt látni, hogy ő dob, az szerintem elképesztő. Na, de hogy gyakorlatilag az ötödik dobás után 40 másodperces kapások következtek, és annyit fogott, amennyit akart. Az az érdekes, hogy nem csak a dobás technikát, ezt ugye el kell sajátítani, ez azért nehezebb. Igen. A, olyanokat lehet ellesni, szerintem, vagy legalábbis én ezeket szoktam észrevenni, olyan, olyan praktikus dolgokat, amit, amit hát csak annyiba kell tudni megtanulni, hogy vagy ellesni, hogy hogy csinálja. Tehát mit tudom én, hogy teszi föl a tálcát a ládára, hogy mondjuk mögötte még akkor legyen hely, hogy hogyan helyezi el a botokat a topset tartón, hogy, hogy azokat elérje, hogy a etetőanyagból a tarcsikaját hova teszi, hogy miből tűzi a szúnyogot, vagy nem tudom, tehát hogy ilyen dolgokat is észre lehet venni, amiket ugye nem feltétlenül mutatnak be, mert úgy gondolják sokan, hogy ez most ezen mit is mutassak. Nem be. érdekes, igen. Miközben igen, az. Igen, mondjuk nyilván tök jó, mondjuk egy Walter Tamástól vagy egy Szabó Bencétől egy műsorban nem feltétlenül arra lennénk kíváncsiak, hogy ahogy a Bence elmondja, hogy hát én a tálcán ide teszem az igen. eteti anyagot, hanem hogyan dobom meg, hogyan teszem. Mit teszek soha? bele a Hát be igen, az másik. Úgyhogy érdemes szerintem ellátogatni, és, és egy tök jó program általában ezek a versenyek, az nyilván nem rövidek, tehát hosszúak, tehát hogy azért itt 5 óra a féder, egyébként ott így eltelik, Matyéren ugye jellemző, ugye nagyon szép hosszú egyenes pályaszakasz van, és akkor elindul valaki, és akkor mit tudom, jel, banduk nem tudom, ott egy Erdei Attila, egy, egy, egy Walter Tamás, egy nem tudom, Nagy Benő, és akkor is sorolhatnám így a neveket, hogy milyen ászok mögött ott végigmegy, remélhetőleg ott lesz a Csalatibi is. <laughs> e, cimborám, na mindegy, szóval így elmész mögöttük, és akkor mindenhol egy eset tanulmányt lehet írni, hogy ott éppen mi történik, és ez nagyon jó, és érdemes látogatni, nézni. Egyébként szeretik a pecások a női világbajnokság zajlott szolnokon, és az egy ilyen katlai jellegű a Alcsi-szigeti holtisza, hiszen ugye egy magas part tövében horgásznak a csapatok jellemzően, és a versenyzők, és hát ott fönt, mint egy stadion olyan volt. Mm. És akkor ott álltak fönt a, a nézők, ráadásul olyan a pálya ott, hogy ugye az út nagyon keskeny is, tehát ott még egy kicsit össze is torlódnak ott az emberek, és akkor úgy föntről néztük, tök jó élmény volt. Gyakorlatilag közvetíteni lehetne föntről akár ezeket a versenyeket. Hát ebben nem menjünk be. Igen, ez igen. egy másik téma. De igen. arra már ma már nem lesz sajnos időnk. De nagyon szépen köszi Szabi, hogy eljöttél, és el tudtunk beszélgetni ezekről a témákról. Egy fontos dologról nem beszéltünk az elején, de legalább csak azt fog róla tudni, aki végighallgatta az adást. Reméljük lesz igen, ilyen. Igen, <laughs> hogy van egy ilyen bejelenteni valónk, közös bejelenteni valónk Szabolcsal, a tizedik jubileumi IBCC-vel kapcsolatban, még pedig az, hogy hát a te ötleted volt, úgy, hogy inkább interpretál te, hogy milyen műsor elemmel készülünk az internetezők számára. A, az interneten indult a horgász műsorok közvetítése, és ugye a technika hogy fejlődött, vagy elérhetővé vált a stáb számára, és az igény megnőtt, hogy ezt azért kényelmesebb lenne tévében nézni. A, egy kicsit eltávolodtunk ettől. Azért milyen érdekes, hogy a tíz éve, kicsit több mint tíz évvel ezelőtt még arról beszéltünk, hogy kinyelmeten a laptopot, meg a kiül majd le a asztal elé, mert hogy ugye minden, nem tudom, még laptop se volt mindenkinek, Igen, hanem, ha, minden háztartásban kötelező nem tudom, berendezési hát már asztali már egy laptop, gép csak a gémereknek van, van na, szerintem. Na, tehát, hogy asztali gép elég, ki fog majd leülni Igen. este nyolckor, görnyedő, hát, hogy megnéz. Ez motoszkált akkor a fejünkben. És a, az igény, hogy nagyon sokan nézték ezt a műsort, a, azokat a közvetítéseket, az volt, hogy hát a tévében is akkor ezt sokan néznék, és azért, majd meg őszintén, ez így is van, viszont ettől az internetes ö, közösségtől, akik viszont nagyon sokan követik így azért az eseményeket, streameket néznek, fhp t néznek, ö, közvetítéseket néznek, hallgatnak így, ő számukra is újra elérhetővé tenni, vagy ennek a világ számára is elérhetővé tenni ezt a versenyt, ez lenne a célunk, és ami a legfontosabb, ami így ötletként felmerült, hogy mi lenne, hogyha lehetne interaktív vátenni ezt az egészet, tehát az emberek tudjanak kérdezni, az embereknek tudjunk válaszolni, az emberek tudjanak véleményt alkotni, az emberek tudjanak esetleg ö, olyan információt adni ott a többieknek, amiből ők is épülhetnek. Na innen jött az ötlet annak, hogy mi lenne, hogyha egy ilyen kibeszélősót csinálnánk a, az IBCC közvetítések után. Persze én utána más évvel verem a csalánt, mert hogy azt mondtam, hogy én már aztán este, amikor vége van fél tízkor a műsornak, már nem szívesen ülnék be, mert már hullafáradt vagyok olyankor, és akkor jött ez az egész ötlet, hogy legyen egy ilyen. És szerintem nagyon jól alakul a dolog, úgyhogy idén már lesz egy ilyen. Így van, úgyhogy a, a parti arcok stábja, Iván és jó magam, illetve egy nagyon kedves kollégánk, aki a televíziónál a háttérben dolgozik, lesz a segítségünkre, így hárman fogjuk ezt a after műsort, kibeszélő sót, nem is tudom, hogy nevezzük majd, ennek még valami nevet kell találnunk, elkészíteni élőben, úgyhogy tudtok majd kommentben kérdezni, hozzászólni, és ezeket mi mind látni fogjuk, és reagálni fogunk rá. Úgyhogy reméljük, hogy tetszeni fog ez is. Mindezt minden... azért mondjuk el, hogy hol. Ja igen, ez nagyon fontos, minden. hogy az FH Play felületén, tehát a, a Fishing and Hunting streaming felületén fogjátok ezt megtalálni. Ki fogjuk tenni a linket mindenhol, de egyébként nagyon egyszerűen ibcc.fhplay.com lesz de ezt majd még természetesen mindenhol közzétesszük. És ami hát nyilván a magyar nézők számára annyira nem fontos, de mondjuk ugyanezt a román stáb is meg fogja csinálni, ja, és ebben az az érdekes, hogy hogy... Hát most nem mondom, hogy nyelven, hogy a kazakoknak is legyen majd egyszer egy ilyen adása, de de hogy Dél-Afrikából is jön egyébként idén az IBCC-re De Az könnyű, mert legalább ők angolul értenek. Angolul viszont értik. Tehát, hogy lehetne ebbe így is? Hát bárhogy, persze lehetne cseh, lehetne szlovák, lengyel, sok lengyel csapat van, lehetne francia, belga, tehát, hogy ezt bármilyen irányba, vagy bármeddig lehet skálázni. Megnézem, hogy esetleg holland adást hogyan vezetsz majd le. Figyelj, bár Képzeld el, kipróbáltam, ez csak már, aki már elment, az már úgyis úgy sem hallgat minket, úgyhogy elmesélem. Szóval a, kipróbáltam, van egy olyan szoftver az interneten, hogy a betöltöd a videót, mondjuk a te párbaj, vagy ti párbaj filmeteket, és azt mondom, hogy legyen cseh. És ő lefordítja a teljes szöveget, és a te hangodon úgy alakítva a szád mozgását, mint hogyha csehül beszélnél, te csehül fogsz utána megszólalni. Egyébként marha vicces. Egyszer, egyszer voltunk stábban forgatni, nem is tudom, Szlovákiában voltunk, és akkor ott a cseh nézővel hallgatni a hangomat, hogy le volt fordítva a cseh. Nem tudom, nagyon érdekes volt. Szóval vannak már jó megoldások, szerintem még egy-két IBCC, és akár az én hangomon hollandul is lehet majd élő streamet nézni. Vagy egy-két ibc és akkor majd csak egy ilyen bábá majd ott, akinek hát jár majd a szája. És bármi lehet. De előbb jussunk el a tizediknek a végére. Úgyhogy köszönjük szépen, akik velünk tartottak. Ne felejtetek el feliratkozni Jéger Szabi oldalára sem. Amúgy néztem, hogy nagyon szépen gyarapodik a követői száma. És a Parti Arcok Podcast oldalára sem. Kövessetek minket YouTube-on is, illetve keressetek minket a Parti Arcok Podcast Facebook csoportban, ahol jó sokan vagyunk, és tudunk jókat dumálni a horgászatról és ezzel a kapcsolatos témákról. Szabi, még egyszer köszi, hogy eljöttél hozzánk, kitartást az iskolához, és hát az IBCC-hez is. Hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok! Parti Arcok Podcast